És már van hang is. Azt hiszem, ja, csak megint halk, mert megint elcseszi a Windows. Megoldjuk. Megoldjuk. Azt mondja, hogy hang. Ezt mindig meg kell csinálni. Egyszerűen nem értem, hogy a Windows ezt miért. Miért csinálja, minden egyes frissítés után elcseszi a hangot. Igen. Leszel szíves. Mikrofont. Visszarakni. Fullra. Anyád. Na. Oké. Szóval sziasztok. Szia mindenki, aki már írt a chatre, és az is, aki csak stalkol, meg lurkol. Kis lurkok. Szóval az a lényeg, hogy Bence, szia, hátizsák. Igen, elmentünk irányítani, hogy izsák, lemaradt hátizsák. Igen. Ábrahámnak nem volt híja hátizsák. Igen, ugye az Ábrahám, mint tudjuk, hogyha egy kutya vagy macska felfüggesztését lerajzolod, az az Ábrahám. Lehet, hogy már csak Loki leszek, írja Grumpy, szia, mert durván elfogott a rosszul lét. Az nem jó. Mi baj? Grumpy, mi történt? Azt mondja, hogy surprise csapolás, amire a doki elküldött, hanem nem jókor jött. Mármint, hogy egy vérvétel akar lenni a csapolás? Au. És miért vettek vért? Mi az, amit vizsgálunk? Mi az, amit meg akarunk találni? Még időben értünk az a tetanuszról. Miért kaptál tetanuszt, vagy miért kaptatok? Mi történt? Most mindenkit szúrnak, ezt nem teljesen értem. Vicca meg majd holnap kapja a... vagy szerdán? Nem tudom, de szóval, hogy a héten kapja az első ótását. Onkológia, és nem tudom miért. Jaj, nagyon drukkolok, hogy semmi. Tehát, hogy azt találják, hogy ennyire egészséges vére az égvilágon senkinek nem volt még ever. Jó, én ezt kívánom. Mert hogy 10 évente kötelező, nekem még sose volt. Ó, hát nekem többször volt tetanuszom már, ugye ilyen gyerekkoromban persze, főleg amikor ugye ilyen rozsdás szögbe léptem, meg elvágtam magam vel, meg izé. Tehát bármi olyasmi, amikor ugye ilyen vérfertőzés lehetősége állt fenn, akkor ugye ez az első dolog az volt, hogy tetanusz. Te a vajkukat, szia, 100 éve nem jártál. Miért kap Vica? Modernát, mint én. Mind a ketten modernek leszünk. Illetve én már félig modern vagyok. Engem nem szúr senki. Ezt most hagyd ne ragadjam ki kontextusából, drága Dobisan. Azt mondja, köszi, remélem, csak rég nem láttad a doki, és ennyi. Figyelj, ő így ismerkedik, hát mindenkinek valahogy kell, tudod, és akkor mindenki valahogy így a szakmájába csinálja ezt a dolgot. Ő így. Bejelentkeztünk, megkapjuk a digitális oltási igazolványt, holnap meg lesz. Itt még basszus nincs. Tehát, hogy itt valahogy, nem tudom, elkúrjantották a dolgot, és akkor még valahogy nem igazán működik ez a digitális dolog. Majd egyszer valahogy biztos lesz. Anyát megharapta egy hónaj kutya, kaput utána ő is tetanoszt. De, tehát, hogy így ez, és akkor így odament, és... de hogy ez hogy? Nekem el is törölték kb. Nem értem, hogy ez hogy van, mindegy. Jókor jön ez a stream, nálam is minden téren megség van már 2 napja. Igen, bocsánat, hogy tegnap nem voltam, tegnap eléggé beleestem egy ilyen nagyon csúnya depressziós, szétesős brutálisba. És egy picit bocsánat, el kell indítanom a ventilátort, mert itt megint meghalás van. Ja, kicsit táskába csücsülő kutya, és az is hónaj kutya? I see, nem tudtam, hogy az is hónaj kutya, én meg ugye a kb. Az NDK-s hónaj szörzetre. Ugye dobálod a sörélet, bizonyítok már annyira meleg van, kurva meleg van, borzalmasan meleg van, meghalok. És a legdurább az, hogy ugye most csütörtökön és szombaton is játszunk ugye a rockmaratont helyettesítő Metal Factory-n. És csütörtökön ismét izé lesz mi ez? Ilyen hőségriadó, ez az így hívják. Szóval a szopó. És a hőségriadó az mondjuk főleg akkor nem jó, amikor mondjuk 6 órakor játszunk délután.
a szabadtéri egyik színpadon, mindegyik színpad szabadtéri tulajdonképpen, de ezt a hatkor játszunk tűző napsütésben, 37 fokban, és rohangászunk, és pakoljuk fel a cuccunkat, aztán rohangászom, ordibálok, aztán lepakolom a cuccokat, és csöndben meghalok. Szóval ez így elég szopó lesz. Szombaton mondjuk legalább már annyival könnyebb lesz a dolog, hogy a Wall of Sleep-pel valami hajnali egykor játszunk, ami mondjuk ilyen, tehát elvileg későn van, de annyira nem vészes, mert hogy ugye akkor legalább már egy fokkal, vagy két fokkal hűvösebb lesz, meg egyébként aznap azt hiszem talán egy kicsit már visszább megy a hőmérséklet, és másrészt meg ugye konkrétan mi leszünk a fesztivál záró zenekar aznap, és éppen azért valószínűleg azért oda már becsődül a mindenki, aki még ott van, mert hogy ugye másnap lehet menni haza. Mindenesetre, hogyha valaki jön a fesztiválra, nyugodtan én azt mondom, hogy csütörtökön én inkább a koncert után leszek valamelyest elérhető, előtte így ugye rohanás lesz, pörgés, pakolás, rákészülés, tehát csütörtökön inkább maga a koncert után leszek, viszont szombatra úgy tervezzük, hogy lemegyünk már így ilyen, nem tudom, közép délután, vagy valami ilyesmi, és ott fogunk össze-vissza rohangászni, tehát egy kicsit így átéljük a fesztivál feelinget, mielőtt majd hajnali egykor játszunk, tehát éppen ezért hogyha valaki úgy gondolja, hogy meginna egy sört, vagy beszélgetne, vagy csak csapódna, vagy bármi történne, akkor nyugodtan, akár hogyha meglát, akkor jöjjön, ha meg nem lát meg, de ott van a fesztiválon, akkor írjatok izén, mondjuk akár Discordon, hogy itt vagyok, vagy bármi ilyesmi, és akkor megbeszéljük a holt, meg a hogyant, jó? Szóval, hogy akkor csak szúnyog lesz sok? Hát lehet, meglátjuk. Mi volt a legdurvább nézőszám Magyarországon, ami előtt felléptem? Hát egy olyan 11-2000 ember. Ugye nehéz megítélni, mert egy csomó fajta koncert volt, tehát mondjuk még ennél is több volt mondjuk ilyen fesztiválokon. Amikor mondjuk az Aftercrying-gal játszottunk ilyen, akármilyen kecskeméti tököm tudja napok, ahol mi voltunk a főzenekar, és akkor ezért ott ugye, ott, tehát az nem belépős, tehát ott igazából nem tudod, hogy mennyi a közönség, csak azt látod, hogy így, nem tudom, kecskeméti főtér, és akkor így mindenhol emberek vannak. Meg ugye hát a Sziget is olyan, hogy amikor a Szigeten játszottunk, hát ugye nagyjából azt lehet mondani, hogy aznap hányan voltak a Szigeten, de hát, hogy abból rajtunk mennyien voltak, nem tudom, de van egy-két olyan felvétel, ahol mondjuk például még annak ilyen Stonehenge-el meg Vendigóval játszottunk úgy, hogy ugye a régebben volt egy ilyen metal sátor, meg Hammer sátornak itt, nem tudom én már mi. Ez ugye annak idején a Szigetnek a második legnagyobb színpada volt a nagy színpad után, és volt olyan, és az azt hiszem, hogy 8000 fősre volt tervezve a nézőtere, és volt olyan, hogy úgy játszottunk, hogy tele volt az egész sátor, és a sátornak a hátulja az nyitott, és akkor még ott is így álltak emberek. Ezek azért ilyen nagyon-nagyon szép dolgok. Audacity és orosz botrányon hallottam, nem hallottam róla. Most az elmúlt pár nap az nekem kiesett ilyen hírfogyasztásból, meg minden egyébből. Tehát tényleg mi van akkor, hogyha Eden van kedved bejönni hangban, és beszélgetni? Akár erről, meg dolgokról, meg minden. Mert akkor el tud mesélni, mert az lehet, hogy egy fokkal könnyebb, mint simán. Jó van, figyelj, akkor annyit csinálok, hogy átmegyek fülesre, hogy ne másszon bele a hangszóróból a mikrofonba. És akkor csinálok egy Discordos akármit, de akár még, ha akarsz képben, akkor kis képbe kiraklak. Akarsz képbe kerülni?
Mert ha igen, akkor nagyon-nagyon szívesen csinálok olyat, hogy behúzlak képben is. Képet most hagyjuk, jaj, nem vagy ezért, nem vagy szalonna képes. Jó, akkor viszont csináljuk azt, hogy ha most ready vagy arra, hogy beszéljünk, akkor rád csirimpolok hogy hívják ezt Discordon. Azt mondja, hogy start a voice call. És aztán mindjárt, ó, itten vagy. Hello! Szép jó reggelt! Beszéljél meg a száddal, és akkor fölrakom a hangerődet. Oké, ez itt a szám, és beszélek vele, és közben lemutáltam a... Mi az? Szóval ne halljalak kétszer. Nem szabad Na mindegy, a van. mutálkozás rossz dolog. Na, Ne, akkor... nem vagyok általában ilyen mutálatos lény, de... Jól van, ez nagyszerű. Na, akkor mesélj, meg kíváncsi vagyok, mert én ugye szoktam használni Audacity-t, ha nem is ugye folyamatosan, de ilyen nagyon-nagyon SOS-ezékre, ilyen audio feladatokra szerintem egy teljesen jó dolog. Hát olyan nagy, sok mindent nincs mit mesélni, attól robbant fel az internet, hogy a fejlesztő az kicsit updatelte az EULA-t, meg a licenc feltételt. Lényeg az, hogy ugye amikor használod a programot, akkor azzal elfogadod a végfelhasználói Igen. szerződést. És a végfelhasználói szerződésben most bele lett írva, hogy ha használod a programot, akkor az tök jogosan és legálisan szivárogtatja az adataidat egy bizonyos orosz cégnek, és hogyha a különböző rendőr és egyéb szervezetek kérnék az adataidat, akkor nekik is jogosan kiadja. Úgyhogy mindjárt dobok egyébként egy linket, Tehát, angol nyelvű cikk ugyan. jó, erre kíváncsi vagyok, mert ezt például akkor akár meg is írnám szívesen egy-két helyre, de igazából ezt akkor gyakorlatilag meg lehet úgy csinálni, vagy meg lehet úgy kerülni, tehát arra nem kötelez viszont az EULA szerintem, hogy folyamatos internet kapcsolat mellett használjam, tehát mondjuk meg tudom csinálni azt, hogy ezében, hogy tűzfalban letiltom a francba. Elvileg nem, gyakorlatilag ugye kimondja azt, hogy berakhatja a kódba simán azt, hogyha nem tud egy bizonyos szerverrel kapcsolatot teremteni, akkor a program nem indul el, tehát... Hát ez kellene, és ez annyira durva, hogy nem tudtam, hogy az Audacity orosz. Én se tudtam, tehát ezt egyébként most jött az IDDQD, forrás IDDQD egyébként, ez forrás meg is szoktam, ugye érdemes, ugye onnan jött, hogy most így felrobbant a Twitter meg egyebek, ugyanis, de én se tudtam, hogy onnan jön, de ja. Ez kaki, ez nem jó. Mert hogy tényleg az Audacity-t azt azért szerettem, mert alapvetően egy olyan free cucc, ami ennek ellenére tehát nincs tele limitálásokkal, meg tök jó használható. Tehát igazából nem egy olyan dolog, hogy kompromisszumokat kellett kötni azért, mert ingyenes. Én nem nagyon szoktam hangot szerkesztő, de még én is használtam Audacity-t. És az első program volt, amit mondjuk Linuxon felraktam, amikor még Linuxot használtam. Hát ja, Tehát igen. kellemetlen ez. És Elég durva. igen, amit Atiska kérdez, az érdekes, és azt akkor majd meg is nézem ebben a cikkben, hogy akár nyugodtan dob föl tényleg akkor Discordra, hogy lehessen. Bedobtam az általánosba a Egy cikket. csodálatos ember vagy, mert hogy például, hogy ez akkor most a régi verziók, vagy ez verzió független, és egyszerűen csak az van, hogy kommunikál és kész. De húzós. Mindenesetre ugye ilyenkor az ember legyint egyet, mert azt mondja, hogy jaj, az én adataimmal tulajdonképpen azt csinál mindenki, amit akar, hiszen az én adataim annyira jelentéktelenek, hogy. De hát aztán persze látjuk, hogy mit tudom én, amikor aztán az én adataimmal azt csinálták, hogy hoho, itt egy zsaroló vírus, szevasz, és Igen. lehet, hogy ezt alapvetően nem az első számú valaki csinálta, aki megkapta az adataimat, de aztán onnan átment tovább, és még tovább, és egyszer csak valakinek Egyrészt, meg jó lett. másrészt meg ugye az adataid rengeteg mindent elárulnak rólad, különböző böngésző trackingek és egyebek is elég sok mindent. Tehát a lényeg az, hogy ez körülbelül olyan, mint hogy amikor beszélgetsz valakivel arról, hogy hú, a múltkor láttál egy, nem tudom, babakocsit, és aztán fél óra múlva megnézed a Facebookodat, és az első hirdetés, ami szembe jön, az babakocsi hirdetés. Egyébként ez annyira És ez most creepy, így. ez annyira rohadt creepy, mert ugye a Facebook is, meg mindenki más folyamatosan tiltakozik az ellen, hogy nem ilyen nincs, hogy a hang dolgokat használja bármilyen szintű azonosításra, meg adattárolásra, és nem először és nem tizedszer jön elő az, hogy tényleg a bármilyen hülyeségről beszélgetek bárkivel, nincs bekapcsolva úgymond a telefon, tehát mit azon kívül, hogy standby-ban van, de ennyi, nem fut a Facebook,
és akkor ezek után hirtelen, amiről beszélek, az egy az egyben visszajön, valamilyen hirdetés, vagy link, vagy tudta, de formájában. De az a durva, hogy ez a Facebooknak nyugodtan mondhatja, mert lehet, hogy a Facebooknak semmi köze nincsen, ugyanis a Facebook ugye kirakja egy hirdetés appot, ahova a hirdetéseket egy third party szolgáltatótól szerzi. Így van. Az a third party szolgáltatónak kiadja, hogy hello, ennek meg ennek az embernek mutatunk hirdetéseket, és az a third party szolgáltató mondjuk múltkor kitöltöttél egy, elmentél egy, rákattintottál egy bármilyen oldalra, kitöltöttél egy kvízt magadról, tudod, ezeket a vicces kvízeket, vagy egyáltalán azok ugye a Facebookon terjedő appok, az a hú, ki vagyok én, kire hasonlítok, föltöltöttél mindenféle adatot, és ez a third party szolgáltató megkapta, ez alapján készített róla egy profilt, és ezt szolgáltatja. Facebook hát, nem csinál semmit. A Facebook konkrétan persze. Facebook az továbbítja az adatot, igen. Tehát, sőt, nem is továbbítja, hanem hozzáférést enged bizonyos adatokhoz. És ugye hát ez volt az, ami annak idején kirobbantotta azt a nagy Facebook botrányt, mondjuk még két-két és fél éve, amikor kiderült, hogy ugye volt az a Cambridge Analytica nevű cég, ami kb. Csinált szintén egy ilyen third party appot, ami kb. Annyi volt, hogy ez a, mit ismert meg önmagad három kérdésből, vagy nem tudod, valami ilyesmi. És alapvetően ebben valahogy be volt csempészve az, hogy mennyire vagy republikánus, vagy mennyire vagy demokrata, és utána ezt szépen egy az egybe kiadták olyan cégeknek, amiről hát a feléről kiderült, hogy orosz, meg köthető ide-oda-amoda, és aztán ezeket az embereket elkezdték különböző olyan hirdetésekkel, meg linkekkel bombázni, amikkel egész konkrétan mérhető volt, hogy embereknek a választási hajlandóságát befolyásolták, és azt mondják, hogy ez van olyan mértékű, hogy konkrétan az előző elnökválasztáson ezért győzött a Trump, és kb. Pont ennyi kellett hozzá. Ami durva. Igen. Ez durva. Ja, igen, és... Látom, Grumpy Hedgehog mondja, hogy letiltotja a mikrofon hozzáférését minden napnak. Erre is érdemes figyelni, most beiratkoztunk egy edzőterembe, uh-huh. Nem tudom már mi a magyar megfelelője a gymnek. A magyar megfelelője a gym. Igen, de melyik gym? A Beam. Gym? Na mindegy. Szóval lényeg az, hogy két appot ajánlottak, az egyik a saját céges appjuk, ez a... Nem fogok reklámozni, hogy melyik eszé. A másik meg egy ilyen általános edzésterv app, ami van egy ilyen általános edzésterv app, és minden ilyen gym saját maga szerződtet, hogy oké, okay, rajtam keresztül tudnak rá regisztrálni. Uh-huh. És mondta, itt van ez a két app, az első az tök jó, mert akkor használhatod azt az elektronikus kártya helyet, meg beléphetsz vele az ajtón, meg különböző dolgokat csinálsz vele, a másik meg ugye edzésterve. És megnéztem az eszéket, és így megmutattam neki, hogy elnézést, de miért akarja ez az app, ami arra jó, hogy mondj, ha otthon felejtettem a kártyámat, akkor egy kis QR kódot ugye tudok a leolvasó elé tartani. Miért akar hozzáférést a mikrofonomhoz? Igen, ez az durva, hogy nagyon sokszor van az, hogy az ilyet csak azért, mert a... Tehát ugye úgy van az ilyen appoknál, hogy amikor készíted az appot, meg regisztrálod az appot a marketplace-re és hasonlókra, akkor ugye az appnak le kell jelenteni, hogy én ezekhez az erőforrásokhoz akarok hozzáférni. Mikrofon, fájjaid a SD kártyán, profilod, mindenféle ezek. És van olyan is, hogy csak így a programozó csak bekattintja a dolgokat, aztán kész. Mm-hmm. De gyakorlatilag nagyon sokszor meg nem is tudod, hogy miért. Ezért van az, hogy amikor látok egy appot, ez tök jó, az első dolog, hogy megnézem, hogy mihez fér hozzá. Ha bármi olyan van, amihez szerintem nem kéne hozzáférnie, nem is rakom föl. Igen. Durva az, hogy még a banking appomat sem raktam föl hasonló okokból. Igen, sajnos nekem én kénytelen vagyok ilyeneket felrakni, de például ez most érdekes, hogy a legutolsó Android verziókban van egy olyan opció, hogy mit tudom én, amikor telepíted és először indítod a cuccosokat, akkor azt mondja, hogy én használni akarom mondjuk a kamerát, vagy a hely lokációs adatot, vagy ilyesmi, és ugye eddig az volt, hogy oké, vagy nem oké, és mostantól az van, hogy oké, de csak akkor, hogyha fut az app. És ez direkt azért csinálta a Google, mert hogy rohadt sok ezért kapott kritikát emiatt, és én most így igyekszem mindent ezzel az opcióval használni. Igen. Illetve az is benne van, hogy nagyon sokszor úgy van, hogy ezekhez is kérhet, és alapvetően nem kapja meg, csak az első alkalommal, amikor használni akarja, akkor engedsz-e hozzáférést. Uh-huh. Tehát
Igen. Jó, mondjuk ez a másik, hogy sajnos A másik az, az hogy ez életben a... nem tudhatod, hogy egy verzió frissítésben mivel fognak átvágni, mert még az is lehet, hogy a verzió frissítésben valahol fölbukkan egy kis ablak, hogy frissítettem egy verziót, és kisbetűvel oda van írva, hogy mellesleg frissítettem az EULát. Ez az, amit ugye, mit tudom én, most éppen valaki felfigyelt erre az Audacity-nél, de hát erre tényleg azok a szemfülesek kellenek, akiknek erre van idejük. Igen. Illetve ugye a másik még ahhoz, hogy ezt megtesd az appokkal, hogy csak az előtérben, az is kell, hogy legyen egy olyan telefonod, amin a legújabb Android fut. Persze, hogyne. És meg a ugye, másik... Aki nem tudja mindig megvenni a legújabbat, tehát az én telefonom, nem azt mondom, hogy a legújabb, de például nincs rajta a legújabb Android még, mert még nem jött ki rá. Ugyanez, hát nekem egy, mondjuk... Sajnos szép lassan kell egy új telefon, mert elkezdett ugye az aksia megdögleni, és az van, hogy ugye mostanában szinte már minden telefon az egy beépített aksis, és éppen ezért kénytelen vagyok lassan váltani, pedig tehát egy nem titok, meg nem donétel nekem a Samsung, de egy Samsung Note 9-et használtam, nagyon, vagy használok még most is, ami most már ugye lassan egy 3 éves telefon. És az a jó benne, azt szerettem benne, hogy még mindig telefon, tehát hogy mondjuk így jó, egy drága cucc, meg egy azért tényleg egy erős telefon, nem azért vettem, hogy annak idején is ezen futtassam 60 FPS-en a Fortnite-ot, mert nem, hanem igazából pontosan azért, mert tudtam, hogy ez mondjuk még 2010 vagy 21-ben is telefon lesz, csak hát az aksi. Szóval én majd... Évek óta Motorola Moto G rajongó vagyok. Elsősorban azért, mert talán egyenlőre ez a cég az, aki felrakja alap Androidot, és felrak mellé egy nagyon kis appot, ami tényleg minimális, és nem bloatware, és tényleg olyan funkcióik vannak, amit használok. És például nem telepíti a Facebook appot letörölhetetlenül. Uh-huh. Én ezért szeretnék egyébként Google Pixelt, ami viszont még mindig... tehát még Ausztriában sem elérhető a legújabb. Tehát valamiért itt tök érdekes, hogy Németországban úgy tudom, hogy rögtön megjelenik, megrendelhető, és Ausztriában meg nem. De hát majd a fene tudja. Most éppen úgy, most beadtam a derekam, mert az itteni elektronikus aláíráshoz kell egy osztrák telefonszám, és pontosan az, hogy az itteni vakcina apphoz, vagy ilyen oltási apphoz, ahhoz meg kell az elektronikus aláírás, és éppen azért egész eddig én a magyar számomat használtam, egyszerűen azért, mert nagyon-nagyon jó fej volt a szolgáltatóm, és mikor mondtam nekik annó, hogy jövök ki, hát ugye én írtam róluk is cikket, meg folyamatos ugye kapcsolatban voltunk, és mikor mondtam, hogy jövök ki, és tudom, hogy nem szeretik azt, hogyha más hálózat, tudom, hogy nincs, tehát már nincs roaming, de azért, tehát ezt a roaming betyárkodást nem szeretik, és mondták, hogy jó, van, bézé, hagyjuk. És éppen ezért egész ideig használtam a magyar számot, de akkor most azt mondom, hogy jó, nagy sóhaj, A1 Ausztria, aztán akkor ott elviekben adnak valami készüléket is a izé mellé. Egyébként, az egy másik oka, amiért én ezt a telefont vettem, mert tehát az G-sorozat egyébként az a középkategória, a flagship a legtáposabb, meg nem is a beugrós gagyitron, ami éppen csak hogy elfut, középkategóriás, és eleve dual SIM-es a készülék, tehát ugye átköltöztünk ide Angliából, én még megtartottam az angol kártyát, mert azon is baromi jó. Tehát gyakorlatilag az volt a trükkje, hogy ha Angliából akartam hívni más EU országokat, amikor még EU volt, akkor volt valami havi 100 percem. Ha viszont egy EU tagországból, nem Angliából hívtam EU számokat, még ha másik országot is, az nekem ingyen volt. Igen, én egyébként... Nem volt a havi díjban. És ez a trükk, hogy innen Németországból tudtam Magyarországot ingyen hívni. Angliából nem tudtam volna, csak havi 100. Na mindegy, muszáj volt nekem is venni egy német telefont, bank meg egyebek miatt, és így vettünk egy ilyen eldobható kártyát, meg volt ugye az angol, és akkor így volt a dual SIM-em, ami egész jól működött, tehát az volt a másik ok. Igen, ami a SIM-emen, az a számom. Igen. Hús, még nem. Annyi, hogy bocsánat. Visszakarodjunk az eredeti témához, akró kérdése, iOS-nél is vannak ilyenek, ha jól tudom. Én viszont utoljára iOS-t nagyon régen használtam, az egyetlen iOS-t használó eszközöm az egy iPad volt, ami még az iPad 4 néven futott, azt hiszem, az volt talán az első, aminek már nem volt számozása,
és az iOS 9.2, vagy mi volt az utolsó, ami még le lehetett rá tölteni, és úgy körülbelül 3 éve nem kapcsoltam be. Igen, ugye most már eleve iPad-eken, az új iPad-eken nem is iOS van, hanem iPadOS, ami gyakorlatilag egyébként ugyanúgy iOS, csak átrakták, tehát hogy nagy képernyőre van faragva jobban. De egyébként én sem használtam soha a büdös életbe iOS-es eszközt. Igazából ugye továbbra is azt mondom, hogy az, tehát nem, én nem vagyok ez az abszolút ilyen Apple ellenes, mert ugye ez egy ilyen tökre kétpólusú dolog, hogy van az Apple fan, akit mindenki ilyen divatos elitistának tart, és akkor van az androidos, akit meg mindenki ilyen szegény házi buzerátornak, aki állandóan bizgetni akarja a telefonját, mert hogy ugye az iOS az a legtöbb dolgot azt nem engedi, mert azt mondja, hogy majd ezt én beállítom neked, az Android, tehát kb. Ez olyan, mint régen a Skoda meg a Dacia volt, hogy a Skodába beülsz és működik, a Dacia is működik, de mindig alatta fekszel és valamit bütykölsz rajta. Szóval nem tudom, nem, sose használtam. Ehhez hozzátenném, hogy nekem az első Samsung Spica óta androidos telefonom van, és iMac-et használok számítógépnek, tehát valahol én a kettő között lehetek. Van az iMac kislány című sláger Sonka picitől. Tehát az Apple-nek a javára iratom, hogy nagyon jól összerakta a termékeket, hogy tényleg az van, hogy ami ugye nagy előnynek hirdetnek az Androidon, meg egyéb helyeken, hogy hú, minden nap olyan, amilyen, az egyébként, ha az ember mondjuk egy hónapot dolgozik macOS-en és ezek szoftvereken, rájön, hogy mennyire gáz. Ugyanis itt például macOS-en minden ugyanott van. Uh-huh. Bármely appban, hogyha a beállítást keresem, akkor tudom, melyik menüben van Preferences néven, mert mindig ugyanaz a néven, és minden appban pontosan ugyanaz a billentyű kombináció hozza elő. Persze, tehát az Apple az ezt csinálja jól, hogy egy olyan ökoszisztémát csinál, hogy ilyen szép szavat mondjak, igen. Jézusom, hogy igen, a szavat. De tehát, hogy tehát tényleg egy olyan ökoszisztémát csinál, hogy amit egyszer tudsz az egyik abban, vagy akár az egy, tehát akár iOS-en tudod, hogy mi hol van és hogy hívják, azt Mac-en is egy pillanat alatt megtalálod, meg átjáratóság van. Rian, hi! És Sancheznek is szia, meg mindenkinek, aki közbe érkezett. Átmentünk kicsit ilyen tekibe, de ez most egyáltalán nem baj, bár a tekiből egyébként nagyjából most eszembe jutott az a... Ugye? Amikor nem tudom, hogy ki emlékszik a teki katonákra. Konkrétan ugye az történt, hogy Dévényi Tibor, aki ugye azóta... Igen, aki azóta Dévényi Tiborra kellett volna, hogy magyarítsa a nevét. De szóval, hogy konkrétan egy iszre ment egy Nintendo, egy sima NES volt kirakva a tévére, és akkor egy, tehát úgy lehetett játszani gyakorlatilag a Mario-val, hogy amikor így kb. Valaki azt mondta, hogy most, vagy hopp, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Ebbe közbe kell vágnom, mert igen, SAT egyen, vagy melyiken volt az a labdás, hogy balra-jobbra, az tényleg így igen. Működött. De a Super Mario nem így működött, a Super Mario úgy az működött. Az már a tónos izével működött? Tónos mobilla? Az úgy működött, hogy kijött a gárda, ott álltak, amikor mondta, hogy na jó, akkor kezdjünk játszani, akkor lehúzták a telefonkagylót, rádugták a mi a francot, és a telefonnak a billentyűzetén kellett nyomogatnod a gombokat. Beszarás, ezt nem is tudtam, hogy ez... Igen, mert akkor már volt tónüzemmódú telefon, mert ugye én még a legelső ilyen tévés játék, amit Magyarországon láttam, azt még konkrétan ZX Spectrummal csinálták, volt egyrészt a Flip, ami egy ilyen flipper szimulátor volt, nagyon gagyi, és volt a Boom, ami pedig egy izé volt, egy, hogy elkezdt, ilyen teke szimulátor volt, és ott konkrétan annyi történt, hogy ugye bele kellett mondani flip vagy boom a telefonba, és a telefon túloldalán ült egy csávó, vagy csaj, vagy X, aki ennek, tehát amikor meghallotta ezt, akkor megnyomta a gombot. De most el tudod képzelni, hogy milyen delay lehetett ott, hogy tulajdonképpen még egy emberen is keresztül ment a te triggered. Nagyon, nagyon vicces játékok voltak ezek. Ha ide szabad megint csak reklámhelye az IDDQD Checkpoint adását, nekik van külön egy adásuk, ami kifejezetten az ilyen játékokkal foglalkozott. Ja, a Checkpoint egyébként zseniális, hát stökiek, szerintem ezzel igen. Egy szentet alkottak.
Igen, és volt neki kifejezetten egy és meghívtak egy magyar, nem tudom, nem emlékszem hirtelen, hogy programozó vagy ki volt, aki egyébként ezeken a dolgozott, ezeken a programokon. Ó, király, ezt azt... Hát erősen bennfentes... Vissza kell mennem meghallgatni. Ezt megkeresem majd, mert sajnos én is lejárvel... Nem az adásban vagyok az ő... mert mostanában csak a minikre jut időm, de valahol megtalálom, akkor majd bedobom a... Elég hangulatos, tanulságos kis epizód volt, tehát azt érdemes meghallgatni ilyen témában. Igen, és egyébként visszatérve ez egy Dévédenyi Tiborra, tehát a legszebb, hogy ő tehát a legkisebb fáradtságot nem vette arra, hogy az egyébként nem tudom hány évig menő ilyen kis műsorában legalább egyszer utána nézzem, hogy konkrétan mi a neve ennek a játéknak, hogy hívják benne a szereplőket, meg ezért, hanem az, hogy megy a kis ember, hopp, ugrunk egyet, teki katona, vigyázat, teki katona, jaj, egy gomba, és akkor így sírtam, hogy ez egy, és Fututi Morti Mati 2021, ez egy könnyen megjegyezhető név, de biztos megvan az oka, köszönöm a követést. Bedobnád-e majd a podcast linket DC-re is, hogy megtaláljuk, köszi, ezt kéri Akró. DC-re nem, de Discordra simán. Annyira bírom, hogy ezt mindig kikéred magadnak. Elnézést, nekem a DC az elsősorban vagy a... A DC++. Vagy a képregény stúdió, vagy a DC++ nevű szoftver. Én túl öreg vagyok már, hogy nekem a Discord az DC legyen. Ne kezdjed ezt a túl öreget, ne kezdjed, mert akkor besírok. Bocsánat, doktor Besír. Sose, tehát te majd akkor leszel öreg, amikor gyakorlatilag nekem már a névtáblámat is letörölte az idő. Na mindegy, tényleg nem menjünk bele. Úristen, igen, a három kívánságban a Scooters együttes bemondása se volt semmi, igen. Jó, de a három kívánságban volt konkrétan olyan is, amikor Pataki Attila, azt hiszem, hogy Batman jelmezben énekelt valami Edda slágert playbackre, és nekem ott égett ki az agyam. Júj. Viszont a három kívánsággal kapcsolatban, tehát ott ugye mindig mindenki azt hitte, hogy ott tényleg az van, hogy beír valaki levelet, és akkor az történik, ami pedig alapvetően ugye egyrészt egy csomó termék elhelyezés volt, már akkor is, pedig ez ugye még nagyon erősen nem a kapitalizmusban volt, de ugye az ott ugye, tehát volt konkrétan az, hát szegény gyerek, azt én már akkor nagyon sajnáltam, hogy Kovács Józsika fűzesretkes felsőről azt kérte, hogy sosincs banán a boltban náluk, az ABC-ben, a közértben, és hogy de szeretné, hogy legyen a közértben banán, és akkor na ezért most Józsika kérésére hoztunk banánt, és akkor ott állt, konkrétan összecsődítették az egész izét, az egész falut, azok ott álltak ilyen izével, kis kosárkával, mindenki vegyen kb. Két szem banánt, mert arra volt pénz, és akkor na és akkor itt van Józsika, neki köszönjék meg mindenki, hogy a három kívánság és a mit tudom én zöldértek segítségével elhozták önöknek a banánt, és akkor ilyen, tudod, ez a kényszeredett taps, és Józsika meg láttam, hogy egy éppen így süllyed lefele, és így megy a föld magja felé. Lech. És ez a másik, ez a, ők kérték meg, ez a pont fordítva ment, ez a szeretnél-e szerepelni ebben a műsorban, és azt kérni, hogy... Igen, konkrétan egyébként bementek iskolákba, és akkor azt mondták, hogy hát a következő dolgokat tudjuk most megoldani, mert a másik meg az, hogy az mindig tök limitált volt, hogy éppen melyik úgymond világsztár jutott el Magyarországig, ami akkor ugye tökre nem volt ilyen általános. Még a David Hasselhoff egy viszonylag kúráns valaki volt, de ugye néha volt, mit tudom én, tényleg olyan, hát ugye Magyarország mindig mondjuk zenébe is le volt maradva 10-20 évvel, és mondjuk hát amikor a Hungária divat volt, az már a 80-as évek, már pedig a Hungária, ami zenét játszott, az 50-es évek, meg ilyesmi. És akkor ugye ilyenkor volt az, hogy mit tudom én, és Magyarországon van a híres olasz énekes, mit tudom, pár, Ricky e Poveri, és akkor és a 8 éves Józsika azt szeretnék kérni, hogy énekeljék el nekik az Avanti Avanti című slágert. 8 éves Józsikának fogalma nem volt, hogy kik ezek a ketten, és mi ez a sláger, de hát ez volt éppen, és Józsika meg akarta a maga 5 másodpercét a képernyőn. Mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy Magyarország az, ahova a 70-es évek, a 80-as évek közepén jutott el. Hát kb. Egyébként.
Szóval én tényleg emlékszem, hogy amikor lehetett hallgatni, hát ugye két rádió műsor volt az én gyerekkoromban, amiben volt úgymond könnyű zene. Az egyik az ugye a hétfői kívánság műsor volt, a 2-től 5-ig című kívánság műsor, ami már eleve egy hazugság volt, mert hogy 2 óra 10 perctől kezdődött, mert hogy 2 órakor vízállás jelentés volt. És én ott ültem mindig, hogy így, és én már végighallgattam, hogy a kapos kurdnál enyhén, apad, és akkor így mondtam, hogy a kapos kurdnál ezt mondta, és akkor utána jött ez, és vasárnaponként meg volt Bétóth Lászlónak a, most nem jut eszembe micsoda, Poptarisznél ez az. És ez a két műsor volt, azt kész. És én meg ott ugye álltam készelétbe a kazettával, meg a Redz gombbal, amiben így belepofáztak, de attól én még fölvettem. Ah, igen. Akkor még, belepofázott, tekerjük vissza. Igen, sőt, egyébként, és tehát mennyire durva, hogy akkor még ugye ez a szerzői jogvédelem meg, és sehol nem volt egyáltalán, meg, de még a szereplők, tehát hogy akik a médiában szerepeltek, azok sem igazából vágták, hogy ezt nem kéne, mert csomószor volt, hogy mit tudom én a kívánság műsorban, felolvasta DVD-nyi Tibor, hogy és akkor most következik a Pet Shop Boys-tól a nem tudom ilyen és ilyen című dal, és direkt kérte Kovács Ferencné Dévaványa gyártelepről, hogy ezt szeretné magnetofonra rögzíteni, ezért most nem is fogok most belebeszélni az elejébe, hanem most indíthatja a magnót. És ilyen, tehát magyarul tulajdonképpen azt mondta, hogy tessék jogot sérteni mostantól. Tök vicces. Igen, mondjuk a szerzői jogokról a kedvencem akkor is a Delta zenéje. Ja, hát igen, a Delta zenéje, amit az 50-es évek... Delta zenéje egyébként zseniális, mert mindenki azt hitte, hogy az ilyen ultraszintetizátor zene, pedig konkrétan annál analógabb cucc nem volt. Ugye ezt két francia fickó csinálta, amiből az egyiket úgy hívták, hogy Pierre Baltán, mert ezt a balta miatt megjegyeztem, a másikat még nem jegyeztem meg, mert tahó vagyok. De a lényeg az, hogy ezt úgy csinálták annak idején, tényleg még az 50-es években, hogy különböző ilyen... oszcillátorral képzett hangokat, tehát gyakorlatilag, hogy tényleg ilyen hangot előállítottak egy áramkörrel, azt fölvették szalagra, magnószalagra, és a magnószalagot konkrétan úgy vágták össze kézzel, hogy ezeket a hangkülönbségeket megadja. Tehát ennél barkácsabb szintetizátor sose volt még ever. Na közben gyorsan csak nézem, hogy mit írta. Igen, hát leesett cigány úr, igen, az legendás, amikor tényleg mit a cigány Béla telefonált be, hogy ő szeretne játszani, és akkor ugye leesett a Máriója, és akkor hát leesett cigány úr. Igaz, önök kérték is így működött, az utcán kérték, és pont kéznél volt. Hát erről van egy zseniális paródia is, ugye Gálvölgyi paródia, amikor hát megbeszéltük a brigáddal, és szeretném kérni a Helyhaj Retyetye című dalt, de nem ezt beszéltük meg, hanem hogy a verset kéne a... De hogy megbeszéled mégiscsak inkább a Sejhaj... És akkor tudod, a végén egy folytogatja az arcot, és akkor mondja, levegőt! És mondja a műsorodat, hogy József Attila versét előadja Szabó Gyula. Szóval ez zseniális volt. Gálvölgyit nagyon szerettem, amikor korait. A későbbi Gálvölgyi, nem tudom, hogy azért, mert felnőttebb fejjel volt kínos, vagy pedig nagyon átment a úgynevezett szekunder szégyen humor irányba, ami nekem valahogy sose jött be, és most egyre inkább rühellem. De a korai zsengéit azt imádom. Tehát persze. Nem tudom, hogy emlékszel-e, mi az az általában a első három szó, amit mindig beírtam, ugye a Scriblióra, a Műfogsor paróka a Rácpony tejföllel. Igen. Van benne valami Gálvölgyi paródiából származik. Az annyira csodálatos. Az összes ilyen tévés műsort zseniálisan parodizálta, ugye ez a... És szabad a kedves nevét? Stipovicsné Hecsedi Krisztina! És kedves foglalkozás? Logopédus! Lokopétus vagyok. Igen. Geniális. Kérdezem valami konkrétan. Hány óra van konkrétan? Hát 4 óra. Úristen, gyerekek meg még az óviban. Geniális.
Azt mondja, hogy pont mint ma Kínában elég sok magyar együttes játszott külföldi dalokat, de ugyanakkor a magyar dalok, amit kint befutottak később, volt vita. Hát alapvetően ugye például ezért volt az a 70-es, 80-as években elkészült magyar daloknak a nem tudom, 80% olyan nettó lopás volt, mint az állat, mert hogy ugye nem volt internet, azt úgyse derül ki. És közben most meghallgatod például, Bence, ha itt vagy, tehát ugye Gyere őrült című dal eleje, az annyira Bon Jovi Runaway, ahogy csak kell, de mondjuk 83-ban a Játék véget ért című Edda dal, az konkrétan egy az egyben, de még a nejlóhúros akusztikus gitár szóló is egy az egyben, Dire Straits és Private Investigations. Tehát, hogy... Ennél még durvább talán Zorán volt egy tánc. Az Orán sose volt egy tánc, mert az Orán nem fér el senkinek egy tánc, ez hülyeség. Nem tudom, ismered a számot, illetve ismered az eredeti Leonard Cohen... Igen. Hát, meg most derült ki, hogy az egyik Korda György Balázs Klári dal az egy-egyben egy Ofraháza nóta, egy izraeli nóta. Ez a talált ki gyorsan a gondolatom, sadadadadadada, és az gyakorlatilag így egy-egyben az ő nevükön volt levédetve, ahhoz képest így most jöttek rá erre külföldön. Ja, volt egy ilyen Magyarországon, akkor visszamenőleg így kiadnánk a számlát, és kénytelenek voltak fizetni. Érként közben szia Merlin, meg szia mindenki, aki azóta érkezett, bocsánat. Semmi gond, én kérek. Ne, elmerülünk itt a dolgokban. Régen ez egyébként nem csak itt volt szokás, tehát ha megnézed, van néhány olyan bizony, hát sláger, nagyobb dal, aminek néha ilyen, megnézed, hogy oké, én ezt a számot hallottam már való, rákeresel, és akkor, ja, hogy mert körülbelül 45 különböző előadó, különböző ismerettségi szinten már feldolgozta és előadta is körülbelül. Na egyébként, szóval konkrétan, na várjál, ezt, bocsánat, mutatok valamit, csak ide kell hoznom a gitárt hozzá, egy momentum, addig mesélj valamit a kedves embereknek. Hát ülsz egy fogadóban, elnézést. Na most tök jó, mert hogyha megkéred, hogy meséljek valamit, akkor úgyse fog eszembe jutni semmi. Tök jó, hogy most Na mindegy, szóval... Olyan helyről kell kiszednem a gitárt, ahova nem férek be. Sajnos nem az Orán írta az értelmes szövegeket a dologhoz, mert azokat általában a tesója, a Stevanovics Dusán írta. Na szóval... Ez most így nagyon hamis lesz, de most nem kezdek el hangolgatni, de szóval az egyik legjobb példa erre, hogy ugye a szobrot faragják, a festményt festik, és a zenét megszerzik. Ez a következő négy akkord. Vagy vele. És konkrétan Trabanton állva élvezek, hátul meg kijön a vég beled, aztán ciao Marina, olyan voltál vele, mint egy odvedez, aztán akkor Alalalalalong, már csak emlék, mikor még nem voltál. És akkor, tehát gyakorlatilag itt van ez a négy nyomvat akkord, amire egyébként szerintem kb. Az egész világ ilyen sláger termésének a 80%-a épül. Legfeljebb mondjuk annyi, hogy ez, hogy egy kicsit gyorsabb, egy kicsit lassabb, aztán ennyi. Sziasztok, ez olyan szinten, hogy van az Axis of Awesome nevű igen. Akinek van ez a Four Chord song. Melbourne-i fesztiválon léptek fel, vagy egyéb helyeken ez a... Akkor most játsszuk el, és mi, és hát ugye eljátszanak egy nagyon sok ezért, hogy pont ugyanaz a négy akkor csak játsz a végig kb. Loopban, és akkor csak éneklik rá a különböző számokat. Ezt is belinkelhetem, ha gondolod be, lehet, hogy már linkeltem korábban, már így közben megtaláltam. Azt mondja, van egy kedves barátom, konkrétan csak ezt a négy akkordot ismeri, de olyan hangulatot csinál, vagy a bármelyik táborban jaj, de hiányzik meg. Igen, hát alapvetően egyébként az a tábortűzi zenészeknek a legnagyobb mencsvára. Ugye írja ott is kell, hogy az Amol D-mol CG, én alapvetően egyébként C-dur Amol FG-vel nyomom, de igazából itt az a lényeg, hogy ugyanaz a nulladik fok, harmadik fok, stb. Tehát, hogy az a négy, tehát az első akkordhoz képest mi a maradék három? Ez durva. Mikor vásárolta fel a D-mol cég az A-molt? A D-molok között. Amikor ugye a gyerek sétál haza egy nagy monitor, és gondol, na, mi az? CG monitor? Nem, saját.
Úristen! Jó, oké. Szóval az a lényeg, hogy például a... Mert azt mondja, hogy az a félrehalló stand-up, amit egyszer benyomtál a Discord, az zseniális volt, félrehalló stand-up, félrehalló stand-up. Én már tök nem emlékszem rá, de biztos volt. Azt, ha én is emlékszem rá, az volt az, amikor azt hittem először, hogy új, ez nagyon kínos lesz, mert ezek a nagy emerültetett, de az nem az volt, hanem tényleg jó volt. Igen, igen, igen. Szent királyom, presszó lesz. De ja, igen, igen, igen. Jaj, szegény megboldogult nagymamám volt az, aki a One Way Ticket itt mindig van még briketnek énekelte. A van még briket, igen, az teljesen csodálatos. De hát ez az, amit, hogy is mondjam, ki tudtak venni ebből a dologból. Nekem drága jó néhai apukám sem beszélt igazából nyelveket, valamennyire megtanult hollandul, mikor egy évet kim volt ilyen tanulmányúton, de azt is elfelejtette, hiszen a szocialista Magyarországon viszonylag kevesen beszéltek hollandul, tehát ezt nem nagyon gyakorolta, és éppen ezért, amikor így voltak ilyen slágerek, akkor így belőle is kicsúsztak olyan dolgok, hogy így, de apu, és aztán akkor így mondja, hogy de hallgasd meg, és akkor így belehallgattam, és hát ez tulajdonképpen tök érthető. Igen. Jó, hát az ilyen félrehallásokból nekem, nem tudom, kint van-e a 18-as karika? Nincs, de nem, mivel nem értenek magyarul a Teach-nél, azért nem lesz gond. Oké, tehát amikor volt a jó kis Ristorante Pizza reklám, amikor éneklik az asszony ingatagot olaszul benne, és én konkrétan úgy hallottam, hogy azt énekli, hogy na bazd meg, add ide! És ahány embernek megmutattam és mondtam, az mindenki azt mondta, hogy basszus, tényleg, és onnantól fogva csak úgy tudták hallani. Jó, mondjuk ugye az asszony ingatagról annyit, hogy az én szüleim valamiért ezt úgy énekelték, hogy az asszony ingalat talált egy bogarat, sötétet, feketét, csípte a fenekét. Ez volt az ő verziójuk, nagyon kedves. Igen, a Hamster Dentist Heartporn Steven Seagal, az is csodálatos. Na, pont arra mondta, az nekem pont az, hogy szerintem nem csodálatos, mert a fele annyira hallatszik rajta, hogy próbált ráöltetni valamit, ami hasonló. Tehát oké, a fele az vicces, a másik fele viszont nekem nagyon erőltetett, hogy én ezt még 10 éves gyerekként se hallottam volna úgy félre, mert nincs értelme. Márpedig 10 éves gyerekként, amikor megpróbáltam hallás után leírni az Abbának a Winner Takes It All számának a szövegét, és hát az angol tudásom nem volt még valami zseniális, és amikor így pár évvel később, amikor már konkrétan tanultam angolul, és megtaláltam, és visszaolvastam, hogy úristen, mi ez? És közben nagyon szépen köszönöm Roblox Toka Boka Adopt Me követését. Bármi is ez a név. Honnan jönnek ezek a nevek? És mi? Robloxról hallottam egyébként. Ennyi, de az összes többi, tehát a Roblox... Ja. Toka, boka, adopt me. Tehát, hogy Roblox, értem, mi a toka, boka, és miért kell adoptálni téged? Én a tényleg... azt gondolom, ilyen földigérő áll. Aha. Jó, én... Ez lehet, hogy nem, és akkor elnézést kérek, hanem ez az oka. Azt mondja, hogy hallottam olyanról, aki rongyosan hallgatott egy kiflicsárd kazettát. Hogy is volt a dévényes, hát a dojó van, hát az konkrétan ugye az volt, hogy mivel mindenki ugye akkor még magyarul, tehát magyarra fordítva mondta a külföldi dalcímeket, mert ugye senki nem tudott angolul, és akkor egyszer volt egy, amikor a dévédenyi Tibor azt mondta, hogy és most pedig következik a Modern Talking zenekartól, eleve, tehát zenekar, értjük, tehát a Modern Talking zenekartól az Akarsz-e engem ma éjszaka című dal, de én tudom ám ezt angolul is, do you wanna check me tonight? És akkor én akkor mondjuk egy olyan 2 éve tanultam ilyen magánangolt, mert ugye akkor még alapvetően oroszt kellett, de akkor én már nagyon akartam angolt tanulni, és nagyon fogtam a fejem, hogy mi az a check me tonight. Bár ugyanő mondta azt is egyébként, hogy és most Phil Collins, ismétlem Phil Collins előadásában következik a két harc. Na most ez a two harc volt. Tehát nagyjából itt tartottunk. Gyönyörű. Mondjuk a D-ha a kívánságműsor betelefonálók is tudnak alkotni. Diumdisú. A Diumdisú tudná adni a valami Diumdisú zenét, és akkor mondja, mi az, mi a Diumdisú? Hát ilyen, Diumdisú, vagyom, és akkor így meghalt. Nem speciál nem erre gondoltam, hanem egyrészt kérném a Coolio-tól az Állok a hegyen. Állok a hegyen?
Igen, mert hogy a kribben áll a hegyen, és úgy énekel. Hasonlóképpen kérném Puff Daddy-től az elestem a motorommal. Nagyon szép. És a kedvencem, a kérném szépen a volt egy nagy hajó elsüllyedt, és mindenki meghalt. Yes! És annak a Shitty Flute verziója persze, of course, tehát... A... Van még jobb, hallottad a Bajos Ramli zenekar verziót? Természetesen, sírtam. Igen. Nagyon, sajnos, ja egyébként basszus, most voltunk pénteken barátainknál, és konkrétan így előjött, hogy jaj, a 80-as években volt egy, vagy a 90-esek elején egy olyan dal, ami Pánsípon volt, és mindenhol nyomták. És ennyi volt az információ, na most 2 órán keresztül nyomoztuk az összes interneteken, hogy ez mi lehet, azóta nem jöttünk rá. Szóval... Meg a valakinek a... Mi az elkondolt páz a Pánsíp verziója? Valami ilyesmi lehet, de tehát bármi, amit találtunk, az nem az volt, és ennyi. Én egyszer olyat hallottam, hogy a Floridától azt a fütyülőset, mert van a Whistle című száma. Nagyon jó. Grumpy azt mondja, hogy linkeld a Sramlit. Nem tudom linkelni, mert én, ahogy nekem megvolt még a jó öreg CD-rogatós időszakban, amikor még otthoni internet nem nagyon volt, akkor havertól kaptam MP3-ban, és az valahol még megvan Magyarországon egy adathordozón, ha azt az adott hordozót nem ette már meg az idővasfoga. Tehát linkelni nem tudom sajnos. Várján. Megpróbáltam rákeresni neten, de nem találtam első körben, és annyit nem ért meg, hogy megtaláljam, de... Hát most elsőre így beírtam, de nekem sincs ja, meg sajnos, felháborító viszont módon. Még szüleink nyelvtudására annyit, hogy amikor hány éve volt már, amikor Magyarországon jártunk kedves feleségemmel, és hát ő ugye nem beszél magyarul, apám nem beszél más nyelveken, és mutatta, hogy termett a medvehagyma, és fölmutatta, és mondta, hogy brum brum onion. Ah, oh, brum brum onion, az csodálatos. De tökéletesen megoldotta, és rögtön tudta, hogy miről van szó. Egyébként és igen. Aranyos volt, tehát így. Pedig a Bear Leave Me Today, ugye, mint tudjuk. Tehát medvehagyma. Azt mondja, Bétot László is virított az Őrültem Vezesz című számot, a Fine Young Cannibals, az a She Drives Me Crazy. Igen, nagyon szép. Jó, hát a legdurvább ilyen akkor is az könyvben jelent meg félrefordításként, berakta az Oroszlán Királyt. Igen. Igen, az Oroszlán Király. Aki nem hallott róla, vagy nem olvasta a könyvet, ez az eredetileg a... King of Leon, mint együttes, tehát nem is a számcím volt. És ráadásul Leon, tehát nem Lion, hanem Leon, tehát hogy... Nem Leon, igen. Az, jó, de ugye a Tótis, tehát ez egy, ugye aki igen. Fordított ezt az embert, nem is tudom már, hogy hívták Tótis valami, Tótis Géza Béla Ferenc, nem tudom. Ő ugye annak idején ilyen hát nagyon F-kategóriás, hogy hívjákokat írt, ilyen a Ninja Visszatér 2-t, meg ilyesmit, még az ilyen sárga, hogy hívták ezt, nem tudom, ilyen bűnügyi könyvek sorozatban, T.O. Teas néven, vagy ilyen álnéven, és már azok is nagyon rosszak voltak, és aztán elkezdett fordítani, és utána ugye mémek lettek az ilyen tótiszos dolgok, pontosan az ilyen Kings of Leon miatt, amikor tényleg az van, hogy tényleg fölírek az eredetit, hogy She Drives Me Crazy, és akkor ott van az ő vigyorgó fotója, és alatta ott van, hogy őrültem vezet. Még én is csináltam egy ilyet annó, talán én is. Ahol megvan, de ja. Na, de várjál, most már akkor... Egy-két éve szembe jött velem valahol, megosztottam, még egyszer röhögtem. Itt vannak, a lekváros bukta. Fuck up with marmalade, igen. Fuck up with marmalade, igen. Valami rest in peace, maradék a békében. Nem tudom mások is, de nálam most egy kicsit nagyon bekonzervesedett a hangod. Jaj, nem tudom, én magamat jól hallom. Jól van. Igen. Come on baby, light my fire. Hey, gyerek, van tüzed. Jó Istenem. Illetve még hasonló az mondjuk inkább félregépelés. Anno, amikor még Budapesten dolgoztam az egyik cégnél, akkor mindig volt a közelben egy kínai gyorsbüfé, ahol nagyon szerettünk járni.
és ott láttam egyszer, ott láttuk egyszer, hogy a rántott halat véletlenül rontott halnak írták ki. Jó, a kínai úristen, van egy, várjál, hogy hívták, valami I can speak English, vagy valami ilyesmi jellegű blog volt, az Englishre emlékszem, ahol ezeket gyűjtötték, és borzalmas, tehát a, egyébként a Fuck Up with Marmalade az konkrétan ott volt, de várjál, volt egy-két, jó, a kedvencem az az volt, hogy egy kínai repülőtéren volt valami fölírva ugye kínai karakterekkel, és akkor ugye alatta gondolták, hogy oda teszik az angol fordítást, és az volt, hogy error 404, page has not been found, mert hogy gondolom be akarta írni a Google Translate-be, az dobott neki egy hibaüzenetet, és azt mondta, hogy hát akkor ezt így mondják. És a Veszi tábláról hallottál, ugye? A város vagy falu név? Nem falu név, hanem arról, hogy van egy, ugye Velszben minden ki van írva angolul, és gélül, igen. Gélül, és van egy tábla, ami angolul úgy hangzik, hogy nehéz gépjárművekkel behajtani tilos, csak mi az lakóknak engedélyezett terület. A Velszi fordítás pedig úgy, pedig gyakorlatilag azt mondja, hogy elnézést, nem vagyok bent az, nem vagyok az irodában, küldjön át bármilyen szöveget, amit le kell fordítani. Nagyon szép. Tehát egy automatikus válasz volt, ugye, amit szépen visszafordít, beraktak úgy, ahogy van. Ez megjárt különböző közmédiákat még úgy 2013 magasságában. De valami zseniális. Tehát ez, igen, ez ilyen előfordul. Jó, most mindenütt. Kénytelen vagyok megosztani megosztani a képet, és aztán akkor mutatom, hogy milyen csodálatos dolgok vannak. Ez egyébként nem, ez túlságosan megosztó. Úristen, a Leiter Jakab blogon vannak zseniális dolgok. Például, tehát konkrétan ez valami hajápolószer, ahol az van, hogy göndörítés, meg ezért használt közben a hajának száraznak kell lennie, ezt követően dugja meg a terméket, majd válassza ki a megfelelő hőmérsékletet. Szóval ez tökéletes. Aztán, várjál, itt volt egy-két ilyen csoda, de na mindegy, most pont... Na mindegy, majd találok valami jót, akkor majd még mondom, de imádom ezeket. Ennek egy kvázi unokatestvér blogjára voltam aktív, ami gyakorlatilag ilyen félreolvasásos blog volt. Mm-hmm. Ott is alkottunk néhány zseniális dolgot, tehát ez a mit olvastál, hogy félre, már nem tudom, hogy van, de igen. Az is. A Leiter Jakab blog az tényleg az érdemes. Ha valaki akar egy pár vidám percet szerezni magának, nyugodtan böngészgesse. Itt van például az Irinyi Bistro weboldala, ahol a rendelés az angolul rent. Tehát ugye a rent az, mint tudjuk, az úgy rendelés, hogy mit tudom én, lefoglalok egy szállást, vagy valami ilyesmit, de kevéssé az ételrendelés. Így, ahogy van az elsődleges jelentés, az albérlet lesz, tehát... Igen. Hát aki még nem evett esetleg albérletet, az teljesen nyugodtan. Várj, általánosban beraktam egy airport képet. Oké, bár is mutatom, ez csodálatos, ez is kínai, és please present your octopus. Tehát ez mi akarthatott vajon lenni? Nagyon szép. Ez valószínűleg automatikus félreolvasásos, lefordításos dolog volt. Igen. Igen. Szépek ezek. Mondjuk korábban valaki említette, hogy merülök, és kellene nekem feltöltés, és ugye Ri használta a Google Translate-et, és az gyakorlatilag úgy fordította, hogy are you diving? Miszerint ugye merülök-e víz alá? Igen. Ja, igen, úristen, itt van még egy csodálatos, várja, ezt is mindjárt mutatom, azt mondja, hogy openeljük az image-et in new tab, tehát itt sikerült ezt a kínait lefordítani, úgyhogy fuck the duck until exploded. Valószínűleg nem ez volt az eredeti, de hát igen, ezt. Igen, az egyik cimborám járt kint Tájföldön, és tanított ott angolt.
És ő fotózott ilyen, valahonnan ilyen dolgokat, ilyen hasonló dolgokat, amik szintén aranyosak voltak. Bocsánat, ezt is már is mutatom. Nagyon, nagyon szép. Szerettem az ilyen találatokat. Főleg a bocsánatot kérek most minden vegántól. Ez a fordítás. Ennyi. Fuck vegetables. Kérdés, hogy előtte vagy utána, ugye? Vagy közben. Vagy nem tudom. Na jó, hát akkor ezt is megbeszéltük. Úristen, most az a baj, hogy folyamatosan találom a hülyeségeket, és ez nem jó. Ezek mindig így jönnek, sajnos. Ez igen, és ilyenkor van az, hogy ezeket általában az ember mondjuk ilyen hajnali, mit tudom én, tehát amikor már aludnál, akkor találod meg, és egy idő után így azon gondolkozol, hogy hajnali, mit tudom, fél négy van, és miért nézed azt, hogy a teknősök mit tudom én, fütyjén, merre áll az a nem tudom micsoda. Mert hogy így elkezd az ember így az egyik linkről a másikra jutni, és a végén már ilyen, miért nézem ezt? Mi történik? A XKCD-n volt ezzel kapcsolatban nagyon jó dolog a hasonló észrevétel a Wikipedia cikkekkel kapcsolatban. Mi szintén ez a, kezdesz egy szóciknél, és a végén megvan nyitva hat olyan szócikk, ami körülbelül semmi köze az eredetihez, de valahogy logikus úton jutottál el hozzá. Jó, hát mondjuk nekem például így lett a hugomnak az a neve, hogy Trutyi. Mert hogy Judit, Juci, Muci, Mutyi, Trutyi. Tehát alapvetően volt egy tökéletesen levezethető evolúciója, vagy éppen devolúciója a szegénynek a nevének, de azért ennek ellenére, amikor így hívom, még ma is, amikor egyébként ő 5 év vagy 4 évvel fiatalabb nálam, és kedves családanya, és mit tudom én, de kb. Találkozunk bárhol, és akkor tordítok neki, Trutyi! És akkor így mindenki néz, hogy így most ezt így kinek mondtam, és amikor egy ilyen kedvens, decens 30-as évek végén járó hölgy így visszainteget, akkor nem hiszik el, hogy ő a Trutyi, pedig ő a Trutyi. Igen, ez a kicserélsz benne egy betűt, és hozzáteszel még hármat. Akkor kijön a sör, így van. Vagy teljesen más, igen. Dobisan azt mondja, hogy van, igen, és ezt én használom is, egy Dapple nevű fordító, ami úgy fordít újságcikkeket, hogy a kontextust is nézi, kb. Mintha ember fordította volna. Egyébként tényleg teljesen hihetetlen, ezt ajánlani tudom mindenkinek. Egyébként Dapple, tehát ez a, hogy be is dobom itt most a chatbe, hogy ez a link, és én nagyon-nagyon elcsodálkoztam, egyrészt tud magyarul, és ugye tényleg, tehát a Google Translate-nek ugye az a baja, hogy ő még mindig nagyon-nagyon limitáltan érzi a kontextust, tehát azért ott például zseniális az, amikor egy dalszöveget először átfordítasz egy másik nyelvre, aztán vissza magyarra, és azért csinálod egy ideig, és a végén valami akkora marhaság jön ki, aminek az égvilág sem értelme, és ez a Dapple, ez tényleg egész jól használja. De most már tényleg elkezdtem gondolkozni azon, hogy mondjatok valami jó dalszöveget, akár mondjatok egy jó magyar nyelvű dalszöveget, ezt megfuttatom párszor Google Translate-ben, mert az szerintem móka. Lehet repülőktől is, vagy azért egy... Hogyne lehetne? Hát mindent, most mindent lehet. Partizóna, repülők. Repülők partizóna, kérlek szépen. Repülők partizóna dalszöveg. Na nézzük, azt mondja. Oké. Akkor ezt én most, Mária, az azért látszon, hogy mit csinálok. Tehát ezt itt akkor így ezt kimásolom, és akkor megy a Google Translate-be, úgyhogy akkor a Hungarian-t azt tolja át angolra. Jó, ezt akkor most itt kimásoljuk. Nem, tehát hogy menj el! Jó. Rossz az eleje. Jó, na de amikor ezt az egészet majd most így hirtelen ugye megcseréljük, és jó, ez most így még viszonylag érthető, na de akkor ezt most szintén kimásoljuk, akkor ezt most megint kimásoljuk, és egy idő után remélem, hogy valami marhaság jön ki. Bár én attól félek, hogy ezt megjegyzi a Google Translate.
Szóval lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy most újra kinyitom a Google Translate-et. Nehogy az legyen, hogy ezt most az ő fölfogta. A gombok középen csak fölcserél a nyelveket, a nem másolja át a szöveget a másik oldalra. Na, minden esetre... Már nem tudom, hogy ez... Na, tessék! Szombat van, belevetem magam, mert a szerelem csak a kanapén álmodik. Csak készen állok bármire, ma úgy tűnik nem vagyok jó senkinek. És álmomban valami oda-vissza megy, megmagyarázom, de csak akkor, ha megfelel az ön idejének. Gyere, ne kavarj! Ez teljesen... Csukd be sok szemet, sok szemed, rakéta a silóban alszik, az atomerőmű pedig ma nem robban. Az a kurva, hogy a lényeg, tehát értelmileg ugyanaz. Végül. Várjál, csak mennyire fent, hol lent, de van egy pártzóna. Okay, pártzóna. Az... Van egy csésze és egy parti a laktanyában, és ezen az egész galaktikus káposztán. Ugye. És a több nyelvvel fordítanánk mondjuk magyar, angol, német, spanyol, magyar? Oké, okay, sima. Akkor ezt most én még átdobom. Ennyire nem is kell durvázni, magyarról fordítsd svédre. Magyarul svédre? Jól van. Igen, ugyanis én azt vettem észre, legalábbis amikor utoljára próbáltam, hogy például amikor magyar és svéd között fordítok, akkor nem magyarról svédre fordítja, hanem magyarról angolra, majd azt tovább svédre. Jó, és akkor ezt fogom én most visszahúzni. Uh-huh. Azt mondjuk mondjuk németre, és utána magyarra. Jó, akkor azt mondja, hogy German. Jó. És akkor ez az egész, ez mehet vissza magyarra. Még mindig egész jó. Ez lehet, hogy mostanában valamit srófoltak rajta. Megmagyarázom, de csak akkor, ha megfelel az idejének. Igen. Az atomerőmű ma nem fog felrobbanni. Oké. Okay. És a partizónát visszahúzta a pártzónából partizónába. Ez a nem semmi. Szép. Valamit most reszeltek. Ez már nem jó poén. Fúj! Elrontották a vicceskedésünket. Egyébként valószínűleg egy rövidebb szöveggel nagyobb esélyt érnénk el, mert valószínűleg ez is kontextusos. Mert ha jól tudom, azért a Google is olyan, hogy szövegbázisokból dolgozik, és minél nagyobb szöveggel dolgozol, annál közelebb... Na jó, akkor beírunk valami teljesen nem létezik, tehát ilyen most kitalált szöveget. Tehát legyen mondjuk... Az görög. Tessék? Grumpy ajánlotta kínait, de nekem az görög. Igen, egyik cimborám mondta annak idején, amikor pont Londonban volt, és valami, nem tudom, teljes káosz volt, vagy nem tudom, és akkor mondta, hogy ezek az angolok tiszta csehszlovákok. Na szóval, hogy akkor tessék, ezek az angolok tiszta csehszlovákok. De persze ez hülyeség, mert már réges-rég nincs is ilyen ország. Egyébként, sziasztok! Na! Még egyébként erről a nekem angol, nekem görög, nekem kínairól az Itchy Feet nevű webkomikot szoktam olvasgatni, egyébként elég vicces, és abban volt külön egy epizód, hogy különböző népeknél, tudod, ez a nekem kínai, az angolul az nekem görög, mm-hmm. A törököknél nekem, nem tudom, már nem emlékszem, hogy micsoda, de olyan vicces volt nézni, hogy majdnem minden ország valamelyik másik országra hivatkozik. Jó, na most én most éppen Maorinál tartok, aztán akkor ezt visszafordítjuk mondjuk Skót-gélre, akkor ezt lefordítjuk mondjuk szlovákra. Klingont tud? Klingont? Azt, várjál csak, volt, mint hogyha régen lett volna benne, de most nincs. Szerintem csak valami április elsői volt. Aha. Na mindenes, ez Zulu, még egy Zulut belehúzunk, és akkor most itt az ideje, hogy visszahúzzuk magyarra. Hol van? Az angolok fehér csehszlovákok voltak, de ez persze buta történet, mert az ország nem tartott sokáig. Viszlát még egyszer. Igen. Nagyon szép. Nyelvekkel kapcsolatban az egyik kedvenc társasjátékom a Mao nevű játék, ahol teheneket kell gyűjtögetni, és az egyik legtöbb nyelvre lefordított játék, mert hogy nem csak hogy latinra,
és Klingonra lett le, azt hiszem Klingonra is le lett fordítva, bár abban nem vagyok biztos, meg Celtic Gaelicre is le van fordítva, de francia SMS rövidítés nyelvre is le van fordítva a szabálykönyve. Egyébként közben volt egy jó ötlet, hogy latinra fordítani és Gregorian chantként felolvasni. De Anglis Csehszkoszlovákián zeszet albusz, kódni színepti fámanni mirum quia terra non diu, valeriterum. Nagyon szép. Oké, okay, jó van. Én érzem, hogy ez ebben még van jövő. Jó napot, mi folyik itt? Nem tudom. Fogalmam sincs már én sem. Elkezdtünk beszélni az Audacity nevű audio program mögött álló kémbotrányról, és hát idáig jutottunk, hogy angol, vagy latinra fordított dolgokat csentelünk itt templomi szinten. Lehetne csütörtökön egy ilyen zeneírás? Lehetne. Hogyne. Figyelj, csináltunk egy olyat, hogy hogy most valami... Csütörtökön... Ja igen, most csütörtökön nem fogunk zenét írni, mert most csütörtökön én konkrétan zenét fog játszani a csodálatos fesztiválon. Tehát jövő csütörtökön fogok zenét írni. De akkor csináltunk olyat, hogy mit tudom, bejavasoltok valami jó kis magyar szöveget, azt lefordítjuk latinra, és csinálunk belőle ilyen áltemplom nótát. És milyen jó lesz az. Lehetőleg egyébként tényleg olyat kérne, ami tényleg ilyen sátán hátán, meg mit tudom, hogy ilyen, nem tudom, Gangster Zoltán nótát, meg ilyesmi, ami ugye a lehető legmesszebb áll a szellemiségtől, és akkor az nagyon szépen fog hangzani. Nem sürgős tudok rá várni, nagyon örülök, ilyen. Yeah. Nos. Nem. Hogy? Mi? Nem, csak meg akartam gyorsan keresni, hogy hát, ha megtalálom a tótiszos képet, amit valahol feltöltöttem, de az valószínűleg valamelyik backup meghajtómon vagy valamin lesz. Várjál, most majd megkeresem azt a cikket talán, ahol a legjobbak vannak. De nem, az a baj, hogy már azok nincsenek meg. Jaj, pedig mennyire... Várjál, hát talán... Oh! Igen! Igen! Megtaláltam, óriási. Ja, megtaláltam. Ez az önfrekvenciája. Na, tehát... Rádió Szaniszló. Már is jön a kedvencem, bocsánat a 18X-nek. Tehát, are you fucking nuts? Diókat baszol. Aztán... És tulajdonképpen igen. Brief summary, nyárias levél. Neckermann Travels, nyakazó ember utazásai. Jó Istenem. SWAT, és micsoda? The Big Bang Theory, a nagy londoni toronyóra elmélete. Úristen, na jó, hát szóval ilyenek és ezek. Ehhez mondjuk hozzá kell rakni, hogy a Big Bang az nem a toronyóra, és nem a torony. Igen. Pink, raise your glass, rózsaszín, ne vedd fel a poharad. Ja Istenem, na jó. Azt mondja, szia M. Tomi, azt mondod, hogy szép estét, elnézést a késésért, étteremben vacsoráztunk, mert anyukám 60 éves, hát borzalmasan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó és boldog születésnapot neki, és még sokszor 60-at. Meg hát olyan nincs, tehát egy anyuka nem lehet 60 éves, hanem mondjuk, mit tudom én, x-szer 20, tehát hogy ennyi. Anyukák nem öregszenek, hanem... Jó, tudom, 20-tól fölfele számolnak, aztán valahol 40-től elkezdesz lefele, aztán 20-tól megint fölfele, vagy valahogy így. Jó, hát ezt magamnál is látom, tehát azért így ez a 47, ez már jelentősen nem tetszik nekem, de mondjuk tényleg az van, hogy én általában vagy úgy érzem magam, mint egy 20 éves, akit bezártak egy ilyen jobbába, vagy egy 70 éves, és tehát a kettő között csak annak nem érzem magam, ami vagyok, de hát ez van. Én kezdem úgy érezni magam én is, hogy egy 24 éves elme egy 60 pluszos testben. Azért csak nem. Na figyeljetek! Egyébként tényleg megrekadtam olyan 25 évesnél. Így. És az jó. Mindig csodálkozom, hogy úristen, én már elmúltam annyit, tehát sokkal. Na mindegy.
Na, az a kérdésem hozzád is, meg egyébként mindenkihez, hogy hogy akarunk-e megpróbálni bombát hatástalanítani? Egyébként én szívesen belevágok, csak adj nekem körülbelül 10 másodpercet, hogy hozzak magamnak hidratációt. És jó, mert akkor... Jó, én is hidratálok, és akkor azt kéne csinálni, hogy aki szeretne bombát hatástalanítani, ugye itt az fog történni egész konkrétan, hogy ugye ez a... hogy is hívják ezt a játékot? Keep Talking and Nobody Explodes című játék. Ez gyakorlatilag annyit tesz, hogy úgy működünk, mintha én lennék a bomba, vagy nem is, tehát én nem vagyok bomba szakértő, én vagyok a rendőr a helyszínen. És annyi történik, hogy én megtalálok egy bombát, én nem értek hozzá, én látok magam előtt egy adag kütyüt, meg drótot, meg minden, és ezért fölhívom a bomba szakértőket, akik viszont nem látják ezt a dolgot, tehát nagyon fontos, hogy aki majd jön játszani, azzal, az majd szépen bejön Discordon a beszélgetős szobába, majd áthúzom őket a társasos beszélgetősbe, és a lényeg az, hogy ez olyan, mint hogyha én tényleg őket csak fölhívnám, de ők nem látják a bombát, tehát őket majd arra fogom kérni, hogy ne nézzék a streamet, csak hallgassák. És tulajdonképpen én fogom mondani, hogy itt most látok 3 drótot, ilyen és ilyen színű, meg mit tudom én, és nektek annyi lesz a feladatotok, hogy ez alapján egy bomba szakértő kézikönyvből kikeresitek azt, hogy mi a megoldás, és akkor mondjátok. És hát... picit helyesbítenék is, tehát azt mondod, hogy látok drótokat, és akkor mi megkérdezik, oké, milyen színű a 6. És akkor te elmondod. Tehát ez ilyen kétirányú kommunikáció, mert nekünk olyanok vannak, hogy mindegyik modulhoz van ez, hogy ha ez van, akkor ez történik, ha az van, akkor az történik, és ezt kell kommunikálni ugye azzal, aki látja is. Így van. Tehát akkor gondolod, azt is lehet, hogy a legelső 1-2-t bemutatjuk ketten. Jó, csináljuk ezt, ez nagyon jó ötlet. Hogy csináljuk ezt, hogy... Nem lesem a monitort. Jól van. Én elindítom a játékot, és akkor kérem mindenki figyeljen, hogy ez hogy történik, és az első pályát úgymond megcsináljuk ketten. Annyi, hogy bedobnád, hogy hol találják a hatástalanító kézikönyvet? És akkor... Megtaláltam az üzenetet, mondjuk az lenne... Bár fogja mutatni a játékban is, én arra jöttem rá. Fogja mutatni, de még egyszer bedobom Discordon. Szóval... Igen, bombmanual.com/hu. És ennek most leveszem a hangját, mert ez most nagyon hangos lesz. Amíg nem indítod, addig még nézem, és akkor majd, mert hogy egyeztetni kell valamit, és akkor mielőtt pont megnyomod a indulást, akkor fogom levenni a képet. Jó, szerintem a zenét azt szinte teljesen leveszem, és akkor így ez nagyon jó lesz. Na. És hidratáltál? Ja, nem hidratáltam, nagyon-nagyon jó meglátás az a dolog. Mert mindenkinél legyen egy tálhidrat. Így van. Na. Tehát. Annyi, hogy tehát végignéztem már, hogy kell irányítani, meg mit tudom én. Mert én egyetlen egyszer játszottam VR-ban, valamelyik Play It házban, tehát gyorsan megnéztem, hogy melyik gomb mit csinál. De gyakorlatilag itt van az első bomba. És meg akkor... Annyi, hogy én ezt mindig csak mint bomba hatástalanító játszottam, mert nekem van meg a játék, és a ismerősök voltak a szakértők. Tehát na, hát akkor neked is teljesen új lesz a dolog. Na, akkor te mostantól ne nézd kérlek a képernyőt. Megerősítési kódot kell majd mondanom? Szerintem nem. Oké, mert hogy van a ugye, hogy egyeztessük, hogy az a szabálykönyv van nálam, amelyik kell. Egyébként tök jó, itt vagy itt vagy te is, mint barátok, és hogy te a harmadik legjobb időt csináltad ranglistában, és rögtön utána Adrian van egyébként. Tök jó. Na. Tehát 5 percünk van, 3 modul van és 3 hiba lehetséges. Na, hát akkor figyelem. Indítok. Mostantól ne nézd.
Én már nem nézem. Jól van. Na. Szia Steven, és mindjárt ti is jöttök, ez most az első bemutató. Oké. Okay. Akkor ezt én most plüty, fölveszem. Na, három, vagy két, várjál nem, öt modul látszik. Bal felül van egy olyan, ami kék gomb, és az van, hogy nyomd le. Oké, okay, kék gombos. Azt mondod, hogy kék színű, és nem megszakítás. Egy teljesen sima kerek gomb, és az van rajta, hogy nyomd le. Az van, hogy nyomd le, egy pillanat. És persze van fölötte egy ilyen, egy ilyen burok, vagy mit tudom, ilyen, amit föl kell okay. nyitni. Van elem a bombán? A körbenézel rajta. Van-e elem a bombán? Hűha. Ha meg külön, igen, külön nem látok rajta elemet, látok egy ilyen, okay. ezért ilyen csatlakozó, akármint egy széria számot, még egy adag csatlakozó. Nincs rajta elem, akkor nyomd le a gombot és tartsd nyomva, és utána történik valami, és lesz tartom egy nyomva. Színes sáv. Milyen színű a sáv? Fehér színű a sáv. Fehér, akkor ha a visszaszámláló bármely számjegye egyest mutat, akkor engedd el. Jó. Akkor ez mindjárt megtörténik. Jó, az most be is zöldült. Irány. Na most, következő akkor modul. Következő modul, három drótot látok. Oké. Okay. És egy sárga, egy piros és egy kék drót van, igen. Szóval van piros drót, oké. Okay. Mi az utolsó drót? Kék, tehát sárga, piros, kék. És sárga, úgy vannak, hogy a legfelső a sárga, vágj utána... Vágjam az utolsót. Vágjam az utolsót, jó. Elvágtam, zöld. Jól van. Na most. Jó Istenem, bajban vagyok én, ahogy hívják karakterekkel, a görög karakterekkel, ráadásul szerintem nem is az, vagy nem tudom. Ez ilyen... ilyen szimbólumok. Okay. Alkalmazott szimbólum. Négy szimbólumot látsz, ugye? Négy szimbólum, kettő-kettőt. A... mondom így a balra fentről, tehát balra fent van egy ilyen... hát olyan, mint egy A betű, bocsánat, most derül ki, hogy a görög ABC-ben nagyon béna vagyok, mert ez egy görög nem betű. Nem görög betűk. De tudom, csak hogy görögön alapulnak, de hogy olyan, mint egy nagy A betű, van de ilyen A szárakkal, és akkor el van vágva a felső szára. Várja, nagy A betű, el van vágva a felső szára. Tehát nem egy nagy A betű, aminek van még egy harmadik lába? Nem, gyakorlatilag egy háromszög, egy olyan háromszög, aminek a jobb oldala az így megvan hosszabbítva, és fölül is, meg alul is van egy hurok rajta. Oké, okay, nem látok ilyet ezen. Half-Life jel, azt mondják itt az okosak, de ez... Nem, pedig ennek lenni a 2x2-es modul mindenféle fura karakterek. Jó, mondom a következőt, abból majd kiderülhet. Van egy olyan, mintha egy R betű lenne, csak nincs meg a baloldali szára. Egy nagy R betű, csak nincs meg a baloldali szára. Ah, és kicsit van egy kis... Van egy kis fütyje a végén, igen. Aztán akkor a bal alsó, az alapvetően olyan, mintha egy O betű lenne, csak még van belehúzva egy kör a jobb oldalába, tehát egy kicsit olyan, mint egy ilyen szerpentin, vagy ilyesmi. Jó ég, én ezeket... Tehát egy teljesen kerek valami, és egy ilyen kis malacfarka van, vagy valami ilyenek. Tehát majdnem O betű, csak olyan, mintha fölülről elkezdenéd balra lefele húzni az O betűt. Á, mintha egy plusz, igen, mint egy rugó, igen. Oké, okay, látom azt már, igen. És az utolsó... Az nem egy alfa akart lenni, ami rátva? Szerintem húzva? Igen, és át van húzva a teteje, igen. Jó, látom azt már, oké, okay, szóval van-e olyan, hogy egy C1 körben? C1 körben nincs. Van-e olyan, hogy olyan, mint egy W, csak van egy apostrof fölötte? Nincs, olyan van, ami... Akkor nyomd meg a rugó jelenet. Rugó, megnyomtam. Van-e olyan, mint egy X plusz egy I betűvel? Igen. Azt nyom meg. Igen. Utána a fura R-t. Igen. És utána az alfa. Oh, yes! Oké. Okay. Megvagyunk. Megvagyunk, ez a bomba, ez ennyi volt. Ennyi Tehát volt. Ez az első bomba, ez ennyi. Nézzek. Na, eredmény hatástalanítva, yeah! Maradék idő 33-67. Legjobb idő persze, mert mi nem játszottuk.
Nagyszerű. Na, akkor viszont most kéne azt csinálni, hogy aki szeretne bejönni, az szépen jöjjön be a... Na, ezt le tudom valahova. Igen, jó. Tehát az jöjjön be Discordon, és akkor most egy picit szerintem veled is ezt a beszélgetést megszaggatom, és akkor te is gyere be a üzébe, Discordba, a dumálósba, és akkor behúzlak téged is a társasos meghívósba, jó? Oké. Oké, akkor soon. Azt mondja, hogy így, és akkor társasos meghívós, így. Így, azt mondom, hogy ilyen maximáljuk mondjuk ilyen 4-ben, 5-ben az embereknek a számát, azért, hogy ne legyen, tehát nem mindenki egymás szájába harapjon. Tehát esetleg még egy vagy két ember nyugodtan jöhet, ha szeretne. A Discordon beléptek a valamelyik hangos cuccba, és akkor behúzlak titeket a társasos meghívóba. Na, valaki? Közben bejövök ide. Sziasztok! Mindenki hal, mindenki lát. Hogy lehet csatlakozni? Szia, Thomas! Így lehet csatlakozni, szia! Annyit mondanék szerintem, hogy annyi embert húz be, ahány modul lesz most a következő bombán, és akkor úgy csináljuk, hogy mindenki egy másik modulra csinálja. Jó, figyelj, én most azt mondom, hogy vagyunk bent úgy összesen 5-en, hogy én vagyok ebből az egyik. Tehát akkor szerintem ez most egyelőre így elég is. És akkor tényleg azt kérem mindenkitől, aki most játszik, hogy... csak egy pillanat, csak itt ez úgy. Tehát, hogy azt kérem mindenkitől, aki játszik, hogy innentől ne nézze a streamet, csak hallgassa. Mert ugye az a lényeg, hogy akkor ti vagytok a másik oldalán a telefonnak, én kétségbe esetleg hívlak titeket, hogy itt egy bomba, nálatok van a kézikönyv. Eden megosztotta a, nem tudom melyik, általánosba, vagy nem tudom hol. Általánosban, igen. Igen, a kézikönyvnek a linkjét, azt kattintsa le mindenki. Ugyanis az a lényeg, hogy ebből a kézikönyvből tudjátok majd, vagy tudtok majd nekem segíteni. Crazy könyv, nem? Jézusom. No. Örülök, hogy itt... Igen. Na. Hogyan jár? PDF megtekintés? Így van, azt a PDF-et kell megtekinteni. De ne nyomtatod. Ha van otthon nyomtatód, ki is nyomtathatod már. Igen, érdemesebb, hogyha már kinyomtatod. Ennyi lapom nincs most. De ha nincs lapod, az a PDF-ből is lehet, csak... Ctrl-F. Lehet, hogy ugrálni kell majd. Jó. Ezt a Finnnek is mondhatják, hogy ennyi lappom nincsen. Na! Lappom. Ez nagyon lappangós poén volt. Jaj, várjál, meg egy valamit még meg kell tennem, hogy azt hiszem, hogy Twitch-en át kéne írnom azt, hogy most már játszunk, mert meg fog keffenteni a Twitch, hogyha azt látja, hogy így beszélgetősre vagyunk írva, és közben meg ez nem az. Egy pillanat türelmet kérek szépen szeretettel. Húha, jó, akkor ilyenkor... Azt mondja, hogy... Igen... Talking, ez az. Talking, így van, a talok királya. Jó, ez most meg is van. Oké, na akkor megyek vissza a játékba. És akkor rámegyek a folytatásra. Oké, akkor ki is takarom a képet. Szerintem Dobisan behúzunk nem sokára, amikor már lesz annyi modul, hogy érdemes, jó? Tehát... Srácok, kérdés, akarunk sorba menni, hogy ki melyik modul csinálja, vagy az első, aki megtalálja, mondja, hogy enyém, és akkor utána a többit meghagyja a többieknek? Hát nem tudom, hogy ki játszott már korábban ezzel a játékkal, mert én még a legelejéről kimaradhatok, mert ezek még olyan modulok, amik nem igényelnek akkora nagy figyelmet. Szerintem aki először megtalálja, mert még én sem vagyok túl jó benne. Akkor, aki először megtalálja, az mondja azt, hogy megvan, és akkor onnantól az övé az adott modul, jó? Viszont, hogy mindenki játszhasson, ha már egy modult megcsinálta, akkor a többit hagyd a többieknek, hogy mindenki tudjon játszani. Kívülről, hogyha nem találjuk. A játékmester. Na, jól van. Alapok. Valami régi, valami új, tessék. Akkor ezt fogjuk megcsinálni. Ez a bomba csak félig lesz ismerős, azt mondja. Jó. 3 modulunk lesz. Legfeljebb valamint 2-en dolgoznak majd. És mondom, aki most segítő, az ne nézze a képernyőt. Na, kérem szépen, itt van a bomb.
és akkor én ezt most fölemeltem. Van egy olyan bigyó rajta, ami egy ilyen sok-sok pötty van rajta, ilyen négyzet alakban. Alul forog egy, egy piros háromszög, és két pici négyzetbe van, be van karikázva. Ez a labirintusos. Mondjam akkor valakinek? Azt, ha gondolod, viszem is. Melyik oszlopban van a két karika? Az utolsó előttiben, tehát gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 oszlop van. Az utolsó előtt, tehát a negyedikben és a harmadikban van karika. Harmadikban és az ötödikben, úgy értem. Igen, harmadikban és az ötödik, pontosan. És az első, a felső sorban van, a második pedig az utolsó előtti sorban. Így nem? Van. Igen, és hol van a háromszög? Az bal alul. Bal alul van, és akkor azt mondom, hogy... és hova kell eljutni? Ja, mert hogy az egyik az ahova el kell jutni? Ezt nem tudtam. Az egyik, ami be van... Ja, a fehér. Kell a háromszöghöz vinni. Ja, a fehér fényt kell a háromszöghöz vinni, az ötödik soros. Ötödik soros a karika, ugye? Igen, de az ötödik sor legfelsőben van a fehér fény is. Tehát amelyik be van karikázva, abban van a fehér fény. Ötödik sor vagy ötödik oszlop? Van ötödik oszlop és az első sor. Jó, okay, össze-vissza beszélek. Le. Egyet balra. Le a legalsó sorig. És balra a sarokig akkor. Oké, ez megvan. Jól van. Okay. Na most, akkor a következő az egy gomb, egy ilyen nagy gomb, piros gomb, amin a megszakítás szó szerepel. A fogantyút találtam. Hatodik oldal, ha valaki. Hatodik oldal, várjál, megyek. Hatodik, megvan. A szimból, információ gombról, igen. Mondja, igen. És mit kell? Gyakorlatilag annyi van, hogy egy piros gomb és a megszakítás szó van rajta. Esetleg olyasmit lehet, hogy ha van a bombán elem, vagy ha mit tudom én... Tehát a bármi... gomb kék és a megszakítás felirat van rajta, far lenyomva és... Nem, ez piros, gomb. Ez piros. Ja, ez piros, akkor már is mondom. Ha a gomb piros és tart felirat van rajta, nyomd le és engedd fel rögtön. Várj, ez megszakítás. Sorba menj, tehát ha az első nem, akkor nézd meg a másodikat, mert lehet, jó. Hogy az... Tehát ez piros gomb és a megszakítás szó szerepel rajta. Hát pedig ez a piros... Nem. Tehát az első pont, hogy kék gomb és kék, nem igaz. Második pont, van-e több, mint egy elem a bombán? Igen, kettő elem van rajta, igen. De a gombon viszont nem felrobbantás van, tehát mész a következő pontra. Ha a gomb fehér és van világító indikátor a bombán, nem. Ha kettőnél több elem van a bombán, és van egy világító indikátor. Nem, csak kettő van a bombán. Ha gomb sárga, tart meg. Nem, ez sem. Ha a gomb piros és tart felirat van rajta. Nem, mert nincs ilyen. Ha fentél közül egyik sem vonatkozik, a te esetedre abban az esetben tart lenyomva és kövesd a lenyomott gomb elengedéket című bekezdés. Na és mi van ott? A lenyomva gombot? Ha lenyomva tartod a gombot, a modul jobb szélen egy színes sáv fog felvillani. A sáv színének megfelelően a gombot egy megadott tulajba kell elengedni. Tehát magyarul, ha piros lesz a sáv, akkor kell, jó? Igen. Hát... Jó. Piros nem szerepel benne, de bármilyen más színű csík engedd el, amikor a visszaszámoló bármilyen számjegye egyet mutat. Jó. Megtörtént. Jó. Utolsó van. Drótok vannak, és sok, tehát 6 drótom van. Ebből gyakorlatilag egy fehér, piros, kék, sárga, fehér, sárga. Keresem. Ötödik oldalon? Ötödik oldalon? Rapid? Ötödik oldal. Ötödik oldal, nem, és akkor 4-es drót, 5 drót, 6 drót. Egy sárga van, vagy több. Kettő sárga van. Kérdezzetek. Van piros drót? Igen. Egy. Ajaj. Szóval, nincs sárga drót, az nem vonatkozik rá. Pontosan egy sárga drót nem vonatkozik rá. Nincs piros drót, nem vonatkozik rá. Akkor ellenkező esetben vágd el a negyedik drótot, azt írja.
2 másodperc, tehát 2,52 másodperc maradt. Az szép. A szabad pici tanácsot mindkét oldalnak, ugye az első BZ-nek azt tanácsolom, hogy minimális információt mondj. Aha. Hát, ha elkezded sorolni, hogy milyen drótok vannak, ja, értem. Eltöltesz 5 másodpercet elmondasz olyan információt, ami esetleg nincs rá szükség. Tehát igazából inkább azt mondom, hogy van egy drótos feladat, és onnantól, aki a drótos feladatot mondja, az elkezdi mondani az opciókat, és... Hát egy drót, az a lényeg. Jó, oké. És akkor végig futunk a variációkon. Tök jó. Igen. Ez az egyik oldal. A másik pedig ugye a szakértőknek, hogy a legtöbb feladat az úgy néz ki, hogy ha megvan, hogy melyik modul, akkor vannak sorban különböző feltételek, és végig kell menned sorban is az elsőt megtalálni, mert lesz néha olyan, hogy mondjuk, ha van fehér drót, akkor vágd el, és akkor kettővel lejjebb, ha 2 piros drót van, akkor a másikat vágd el. De hogyha egyből átugrasz, 2 piros drót van, és azt vágod el, pedig volt fehér drót, akkor buktad, mert arra a fehér drót vonatkozott volna. Tehát ez ilyen, ha ez van, akkor ezt csináld, egyébként nézd a következőt típusú. Hát több megoldás lehet. Igen. Néha lehet, hogy a több megoldás, és ez ilyen kizárásos alapon, hogy ha ez stimmel, akkor nem is érdekel, hogy mi más van, akkor ez a megoldás. Ha ez nem stimmel, akkor nézem a következő feltételt. Tehát ez a... jó. Igen. Na, itt már 6 modul lesz, tehát az van, hogy lehetséges, hogy beengedném Dobisant, hogyha ott van, igen. Jó, beengedtem Dobisant, nagy szeretettel, csókolom. Hello. Hallatszok? Igen. Igen. Kicsit halkan. Kicsit halkan, tehát az a halnőstény ellentéte. Szóval hangosítani. Igen. Na. Lehetne egy javaslatom? Lehetne. Most jobb? Jobb. Ha igen. Valakik nem találják meg gyorsan, akkor az mondja, akinek megvan a megoldás. Egyértelmű. Benne vagyok. Jó, kicsit levettem a ti hangotokat kifelé, mert van, aki hangos, de jó lesz ez így. Na, az a lényeg, hogy én halljam, tudod? Ez a stream, az meg... Na, jó van. Oké, indítom, és ezen... Hogy osztjuk el a feladatokat? Mert akinek először... Az a lényeg, hogy akinek először megvan az adott modul, az azt mondja, hogy megvan, és akkor az az övé. Jó. És akkor azzal végig megyünk rajta, és akkor utána az a lényeg, hogy a többit azt már ne ő csinálja, hanem mindenki hagyjon időt a többiek, vagy lehetőséget a többieknek, jó? De azzal is. Én azért próbálok úgy is, hogyha nekem megvan már, pedig csináltam egyet, akkor megmondom az oldalszámot, hogy hogy persze, azt tök nyugodtam. Igen. Na, igen. 6 modul lesz, ugye? Igen. Igen, de azzal számolni kell, hogy egy modul akár ismétlődhet többször is. Igen. Rohadékok! Na, jó van. Akkor figyelem. Az utolsó modul megint szabad préda lesz. Jól van. Na, akkor figyelem. Indítom. Jó. Jaj, Istenem! Mi lesz ezből? Na, szóval. Betöltés. Na, itten van. Ajaj. Igen, első meg a hátsó oldalán is vannak ilyen dolgok. Gomb. Van egy gomb. Ilyen nagy lenyomós gomb. Valaki? Jó. Akkor, mondd a lehetőségeket. Piros gomb és felrobbantás van rajta, ennyit mondok, de... Kérdező... Van több, mint egy elem a bombán? Több, mint egy elem. Azt mondja, hogy... igen. Nyomd rögtön és engedd el. Jó. Na most, van még egy gomb. Ez kék és megszakítás van rajta. Kék és megszakítás... Kettőnél több elem van a bombán, ugye? Igen, nem, hát... kék és igen. Megszakítás, tartsd lenyomva, és igen. Mondd, hogy milyen szín jelenik meg. Ez jó. Az első pont. Ó, az első, tehát ugrottam. Jó, igen, kék jelenik meg. A csík is kék? Igen. Kék, akkor engedd el, amikor a visszaszámláló bármely számára 4-es mutat. Oké, ez is megvan. Na most, van egy ilyen 4 darab szimbólumos nyomógombos dolog. Információ a szimbólumokról, igaz? Igen. Na, az mondjam, hogy milyen szimbólumok vannak? Hát igen, ez az O, hát jó. Lehet leírni. Na, következő, az első az egy olyan, mint egy nagy N betű, de megfordítva vízszintesen, tehát ha valakinek esetleg megvan az orosz I betű, és... Írottan. Igen, és van fölötte egy ilyen kis
Kunkor. Kunkor, megvan, nekem is. Jó, akkor a második gomb az, az a latin OE, tehát amikor tudod, egybeér a kis A és a kis E betű. Akkor a harmadik... Megvan az oszlop, BZ, már nem, megvan az oszlop. Megvan, utolsó, utolsó, igen. Szóval, van-e rajta Sigma? Az olyan, mint egy hülye hatos. Hülye hatos nincs rajta. Nincs, akkor nem van. Fordított E umlauttal. Igen, olyan van. Azt nyom meg. Igen. Van-e olyan, mint egy puzzle darab? Igen. Kettős kereszt. Igen. Kicsit megdöntve, igen. Azt nyomjam? Jó. AE. Van ez a latin AE betű. Igen. És utána... Utána az... Utána az M betű. Jó, megvagyunk. Na most. Megyek a másik oldalra. Ott is van egy ilyen szimbólumos dolog. Az ki lesz? Most már valaki. Én, azt megpróbálom én most. Jó. Oké. Okay. Azt mondja, hogy van rajta egy copyright, tehát a körben C. Körben C? Igen. Igen, megvan. Akkor van egy olyan normál C betű alakja van, tehát normál C felé mutat. Akkor van ugye egy ilyen lambda-gamda, mit tudom, amelyik az előbb van, volt. Megvan az osztop. Megvan, a jó. A harmadik az, igen. Igen, csak... Meg egy csillag, meg egy... A C alatt van az a bajszos, főfele ilyen, mint a bajszavon, és egy szemek közé. Nem, olyan nincs a C alatt. Oké, átveszem, bocs, szóval akkor először meg a C-t. A lényeg itt az, hogyha megvan az oszlop, akkor az oszlop sorrendjében nem mindegyik lesz a gombon, de olyan sorrendben kell. Jó, tehát megnyom a C-t, igen. Dupla V apostroffal. Nincs. Oké, van-e Kunkori rugó? Igen. Nyom meg. Jó. Van-e orosz Z, or I, vagy nincs, X, nincs, X, nincs, X, nincs. Hülye R? Nincs. Akkor lambda áthúzva? Olyan van. Nyom meg, csillag. És végén lambda. Lesz egy csillag. Csillag. Jó, megvagyok. Na most, akkor még két drótos van. Hú, ilyen rossz szépetűt. Jó, van egy olyan drótos, ami egy fekete-fehér-fekete, tehát három darab drót van, és fekete-fehér-fekete. Dobiszon, vigyed. Érzem, viszont. Fekete-fehér-fekete. A drótosat? Jó, viszem. Igen. Jó. Fekete-fehér-fekete. Vannak piros drótok? Nincsen. Ebben nincsen. Nincs fehér drót, ugye? De, fekete-fehér-fekete. Egy... Fekete-fehér-fekete, de az nem az utolsó... utolsó drótot vág, de... Jó. Meghalunk! Jó, nem baj, van még egy másik drótos. Következő. Az mindegyik drót, 6 darab drót van. Egy kék, egy fekete, két piros és két fehér. Nincsenek sárga drót, hogy utolsó számú a széria szám. Úristen, mi az utolsó számú a széria számnak? Páratlan? Igen. Vágd el a harmadik drót. Meghaltunk! Nem baj, megyünk újra. Itt tanulunk. Te durva. Na, akkor de újra. Mi tudunk tanulni. Ez a lényeg. Tehát, picit csak, ugye, megint csak ugye az a információ annyi, ami eszél. A szimbólumusnál ugye az a lényeg, hogyha már beazonosítottad az oszlopot... De már megyünk, bocsánat, igen. Tehát... Nem. Jó. De már megyünk. Van egy B betű, ami szimbólumos. Szimbólumos. Van egy B betű, ami olyan, mint egy egér, vagy nem is tudom mi a fráz, egy nagy B betű, aminek farka van alul, fölül, meg ilyen két füle. Oké, okay, még egyet. Igen, megvan. Még egyet? Kettő sor lehet. Jó. Lehet. Van egy olyan, mint egy C, csak van benne egy pötty. Egy nagy C megvan. És a közepén egy pötty. Jó. A gyertyatartó, ez a Y, ez a villás gyertyatartó. Nincs villás gyertyatartó. Van smiley két pont. Nincs. Van a B, most nem kérek. B, az a B, és van egy karja, egy B betű. Ja, hogy egy kis B, és akkor fölül van karja. Igen, ilyen nem van, igen. Egy C és pont. C és igen, pont, az is van. Egy P. De egy ilyen egy visszafele P, aminek zárt a belseje. Van neki, hogy nyomja meg a... Jó, akkor mondja sorrendet. Jó, mondom sorrendet. És akkor van benne a... Mit mondja? Ez előről B, kis B? Tehát van ez a kis B, ami föl... Igen, ez az első, ezt nyomja meg. Kis B, C a két C a ponttal. Igen, az első, azt kell. Tehát kis B, akkor C a ponttal, igen. Akkor a P. Igen.
és után az a kuka... Kukacos B, igen. Jó, meg vagyok. Oké, köszönöm. Van még egy szimbólumos. Ki akarja csinálni? Én. Jó, akkor van egy fekete... Csinálja Grumpy, alig jut szóval. Jó, van egy fekete csillagom. Van egy fekete csillagom, az összes többi meg olyan, mint az előzőn. Tehát fekete csillag, egy pontos C, egy kis B karokkal, és egy teli P visszafelé. Oké, akkor ez ugyanaz a sor lesz. Jó, tehát akkor van gyertyatartó? Nincs. Smiley? Nincs. B karokkal? Igen. Igen. Nyomjam? Azt nyomjuk először. Nyomom. C pontos? Igen. Azt nyomd. Jó. Utána egy, hát én inkább enter szimbólumnak látom. De igen, visszafele a visszafele P tökéletes, igen. Jó, azt nyom meg. És akkor egy és csillag az utolsó. Csillag. Jó, meg vagyok, köszönöm szépen, csodálatos volt. Na, két nyomógombunk van. Az egyik egy piros nyomógomb. És az van rajta, hogy nyomd le. Nem tudom, ki csinálja. Hol a nyomógombos? Az ott alul lesz. Bár keresem, de az... Valaki megtalálja, akkor megvan, megvan, megvan. Piros és? Piros és az van, hogy nyomd le. Oké. Okay. Több mint egy elem van a bombán? Igen, kettő. Nem jó, nem kérdeztem semmi. Fehér, ha kettőnél több elem van a bombán, indíthet a lefelkel félhetem. Ha kettőnél több elem van a bombán? Nem, kettő van rajta. Kettő van, oké. Okay, a bomb sárga, nem hallgom, piros és tarts. Milyen felirat van rajta? Nyomd le. Nyomd le. Oké. Okay. Tartsd le, nyomva is mondd meg a színt. Jó. Kék. Akkor engedd el, ha 4-es mutat bármelyik számjegy. Oké, okay, megvagyunk. Következő, szintén nyomógombos. Az kék nyomógomb és megszakítás a szöveg rajta. Viszont én nyomd le és tartsd okay. Nyomva, és mi a szín? Piros. Piros, akkor nyomd, akkor enged, hogyha a számjegy egyest látsz. Meg vagyunk. Jó. Van két, hogy hívják, drótos. Az első drót, az három darab drót van rajta, egy sárga, piros, sárga. Akkor ezt viszem. Jó. Jó, tehát van piros drót, ellenkező esetben utolsó drót, fehér nem. Ellenkező esetben ennél több két drót van, nem. Ellenkező esetben vágd el az utolsó drótot. Alright, jó vagyunk. És az utolsó modul, ez is drótos, 6 darab dróton van, 2 fekete, 2 piros, 1 fehér és 1 kék. Viszem. Jó. A két, mondjam? 2 fekete, 2 piros, fehér, kék. Azért segítsetek közben a között. Aha, az 4 drót, ugye? Összesen? 6. 6. Ha nincsen sárga drótok és az utolsó személye szerintek páratlan, akkor vágd el a harmadik drótot. A páratlan harmadik drót, jó, oké. Okay. Megvan? Meg vagyunk, oké, 23 másodperc, nagyon jó. Megnézted a széria szám? Megnéztem. Utolja, utolsó szám? Igen, 3-as volt, igen. Bézi, drótoknál csak annyit mondj, hogy hány drót van, és akkor mi kérdezünk. Jó, rendben, oké. Na hát, kérem szépen. Nekem viszont mennem kell, köszönöm szépen a játékot. Csókolom, csókolom. Szép, igaz magadra. Bye bye. Egyébként én is szerintem még egy vagy max két modult fogok csinálni még, mert utána jön vica. Azt mondja, hogy megnézem, hogy van-e még jelentkező. Most itt nem látok a Discordon, de hogyha esetleg valaki szeretne játszani, az most szóljon, és akkor jöjjön be valamelyik hangos szobába, és akkor behúzom a társas meghívósba. Ha nem, akkor játszunk ennyien tovább. Hát igen, akkor jöjjön valaki, értem, én lehet, hogy egy időre... Ardna, nagyon szépen köszönöm a 6. hónapot, egy csodálatos élőlény vagy, nem jössz bombát hatástalanítani ennek örömére? Gyere már, mert akkor én mennék, mert... Halkom meg... Bocs. Hogy mi, hogy? Halkom meg, hogy az egyik szimbólum teljesen úgy néz ki, mint... hát, cicik. Tényleg? Oké. Hát a cicik azok jók. Úgy nézem, hogy ennyien vagyunk, ennyien maradtunk, Béláim, akkor... De Tomó egyébként, hogyha
menned kell, akkor menjél nyugodtan, és majd helyettesítelek. Jó, vállaljatok be többet. Jó van, Tomó, nagyon szépen köszönjük az eddigi hozzájárulásodat, és akkor bye-bye. Igen, Arna nem jön, mert mobilról van meg. Hány modul lesz? Mondom, már is azt mondja, hogy egy lépéssel feljebb, 4 modul lesz. Oké, ha van új modul, akkor azt, ha gondoljátok, viszem, mert akkor... Vagy vihetem én is. Jó van, az a lényeg, hogyha olyat látok, ami nem volt még, azt mondom rögtön az elején akkor, jó? Na, betöltünk, nagy erőkkel betöltünk. Betöltő. Tötő. Kivéve, ha morza, azt utálom. A morza az enyém lesz, ne aggódj, de az még később lesz. Na kérem, van valami új modul, már most látom. Igen, 2 új modul is van. Az egyik az egy ilyen 4 színű dolog, tehát 4 darab azt színes vigyó. Oké. Okay. Azt tudom, a volt, kezemben volt az előtt, megvan. 4 színű vigyó, oké. Okay. Melyik villan föl? A zöld. Zöld, ami... Nézd meg, hogy a széria számban van-e magánhangzó. Nézem, igen, van egy U betűm. Van magánhangzó és zöld, és még nincs hibánk, akkor a piros után nyomj egy kéket. Tehát piros, kék, zöld, zöld világ, nem nyom sárgát, akkor nyom sárgát egyszer. Egyszer sárgát, igen, jó. Akkor most mi világ? Zöld, sárga a világ. Akkor nyomj sárga, zöld. Jó. Továbbra is a zöld-sárga kék villog. Akkor sárga-zöld-piros. Jó, sárga-zöld-piros, igen. Mindjárt mondom. Zöld-sárga-kék-zöld. Sárga-zöld-piros-sárga. Sárga-zöld-piros-sárga. Oké, megoldottuk. Van egy teljesen másik dolog. Van 6 darab nyomógomb szavakkal, és fölül egy megvan nevű akármi. Igen, várjál. Mondd, hogy a baloldali oszlop középső szava micsoda. Kiért? Valaki nézze már ezt a nagy táblát, mert nekem lapozgatni picit nehezebb. Aki nálam van, mi volt a... Bocsánat, mi volt a felső szó? Miért? A felső szó a megvan, és egyébként pedig miért, kiért, mi az első oszlop. Oké, okay, tehát... Bal középső, azt mondta Bézé, hogy az a miért. Na, a bal középső, az a kiért. A középső. Kiért. Oké, okay, ez jó. Oké. Okay. Tehát mondani fogok szavakat, és ha hallod a szót, akkor azt kell nyomni. Tehát okay. Ezt. Ez? Okay. Ezt. Ezt. Ja, olyan nincs. Oké, okay. Kért. Kért, olyan sincs. Ez. Nyomtam. Kiért. Kiért, most az nincs, megváltoztak a szavak egyébként, de... Oh, igen, mit látsz? A nagy, az a szó, a nagy, és, jobb, és az... Jobb oszlop, legalsó szava. Kért. Kért, mint... mint valamit kért, igen. Oké, okay. Tehát akkor van-e olyan, hogy kiért? Nincs. Kert? Nincs. Mint? Van. Nyom. Ah! Valami nem volt jó, és... Ezért hiba volt. Várj még az a szöveg. Ugyanúgy jobb legalsó szó. Első. Ja, jobb legalsó. Jó, tehát várj még, és a jobb legalsó nyomd. Nyomd. Basszus, balt mondtam, mert seg vagyok. Van-e olyan jobb? Nincs. Van-e olyan, hogy középső? Nincs. Igen. Nincs. Mehet. Nincs. Nyomd. Van. Oké. Okay. Harmadik fázis, üres a szó a tetején, és a jobb alsó a középső. Várjál, mert az más, jó? Jobb oszlop középső szava micsoda. Semmi. Mármint a szó semmi. A szó semmi. Oké, okay, van-e olyan, hogy nem értem? Nincs. Jobb? Van. Oké, okay, jók vagyunk. Na, 2 modul van még, van egy szimbólumos, egy balra néző C, ezért pöttyel a közepén. Várjál, hadd találják meg, megtaláltátok a szimbólumot? Igen. Jó, tehát balra néző C pöttyel a közepén. Akkor egy ilyen Q-szerű, de igazából úgy néz ki, mint egy O, és a közepén lefele van egy fütyje. Aztán van egy nagyon fura, ami úgy néz ki, mint egy háromszögfejű kutya. Meg egy ilyen villámszerű bassz.
Okay, tehát a O betű, utána az A betű, a villámszerű és a C. Várjál, nincs A betűm. Tehát O betű, akkor... De akkor az a lényeg, hogy a... Nem, jó, el is csesztük. De meg is, le is jár az idő mindjárt, és meghalunk. Bum! O betű, villám, kutya, C. Na még egyszer. Jó lesz. Jó, bocsánat, meg a kulpa, a kutyát nem találtam. Nem, én meg gyakorlatilag egy csomó időt vesztegettem azzal, hogy jobb helyett a balt mondtam, mert ennyire okos vagyok. Na mindegy, megyünk. Van akkor megint egy Simonos, és a sárga villog. Széria számban van a magánhangzó. Várjál, keresem. Hol a széria szám? Magánhangzó van. Van. Oké, okay, és mit villog? Sárgám. Akkor zöldet nyomsz. Zöld, jó. Akkor most sárga-kék. Zöld-piros. Jó. Akkor sárga-kék-zöld. Zöld-piros-sárga. Megvagyunk, oké. Okay. Van egy gombom, ami felrobbantás szöveggel bír, és sárga. Grumpy. Nem találom, passzolom. Bocs. Viszont akkor én. Akkor majd egy szimbólumot keress addig, jó? Az lesz a következő. Na, okay, tehát sárga gomb és... Sárga gomb és felrobbantás. Oké, okay, és van több mint egy elem a gomban? Nézem, egyet látok. Igen, három van. Három van, csak nyomd le és engedd föl. Jó, megvagyunk. Akkor szimbólumos megvan? Igen. Jó, van egy ilyen smiley-szerű, egy bigyóval az alján, van egy normál irányba levő pöttyös C, van egy ilyen B betű egérfarokkal, üzékkel, mi az? Megvan. Jó, megvan? Na, akkor mondjad. Van ilyen háromágú gyertyatartó? Háromágú gyertyatartó, igen. Nyomjam? Ez az első. Jó. Nyomtam. Utána smiley. Smiley. B-d ugye nincsen. Az a, nem, hanem olyan nagy bén van fütyivel. Jó, akkor utána a C, pontos C. Jó, és akkor utána ez a... Jó, megvagyunk, köszönöm szépen. És akkor van egy olyan cuccom, ami egy ilyen... azt írják, hogy memória játék, de szóval az a lényeg, hogy van egy kijelző nagy számmal, és alatta pedig négy gomb. Akkor az enyém lesz. Igen, mondd, hogy milyen szám van a kijelzőn. Egyes szám van a kijelzőn. Nyom meg a második helyen lévő gombot. Milyen szám volt rajta? Három. Nyomom. Oké, azt mondta jó. Akkor egyes van megint a kijelzőn. Nyom meg azt a gombot, amelyiken a négyes van. Hanyadik helyen volt? Második helyen volt. Megnyomtam. Most is jó. Négyes van a kijelzőn. Nyom meg ismét azt a gombot, amelyiken a négyes van. Most hanyadik helyen volt? Első. Ezt is megette. Kettes van a kijelzőn. Nyom meg az első helyen lévő gombot, milyen szám volt rajta? Kettes volt rajta, és most az utolsó, kettes van a kijelzőn. Nyom meg azt a gombot, amelyiken a négyes van. Yeah! 2 perc és 3 másodperc maradt. Gyerekek, zsenik vagytok. Zsenik vagytok, nagyon szépen imádlak titeket. Nem ezt akartam mondani, de jó hangzik. Jó volt. Jó volt. Na, hát ez... Ez ügyi. Én azt mondanám, hogy játszunk még egyet, aztán én elkezdek főzni viccának. De én ezt imádom, ilyet csináljunk még, mert egyébként tudjátok, úgy pumpál az adrenalin, mintha tényleg bomba lenne ott az a szar. Úgy tehát, hogy tényleg. Nagyon durva, és ráadásul genyó a zene, mert ha figyelitek, elkezd szépen begyorsulni, és pumpálja benned egy tudat alatt, hogy mindjárt föl fogsz robbanni, kis rohadék. Na! Igen, ez zseniális játék ilyenben, tehát... Gyenge idegzetűeknek nagyon nem ajánlott, mert nagyon tud, főleg a hatástalanító részről. Ugyan, jó, figyelj, tegnap volt egy bipoláris depressziós breakdownom, tehát semmi probléma tényleg, tehát én... Erős idegzetű vagyok, mint egy fűszál. Hanem ugye mondjuk nincsenek szívproblémáid olyan, hogyha valaki hirtelen rádordít a... sarokból és megijeszt, akkor az a szívromot kapsz. Tehát... Nem, hanem megölöm, de tehát ennyi.
én erre gondoltam. Lehet, hogy ez sem jó megoldás, de hát that's how I roll. Na, jó van. Akkor ez három modulos bomba lesz. Szia Domwalter és bomba siker a stream, igen. Na figyelem, indítom is, három modulos. Jaj, gyerekek, tiszta izgulok. Tiszta izgulsz, mi? Na. Itten van a cucli, egy szimbólumos van, és két ilyen Simon Says. Nem tudom, melyikre menjünk, tök mindegy, három modul. Én viszek egy Simont. Jó, oké, felső Simon, mindjárt mondom, mi villog, a piros villog. Van-e magánhangzó a sorozat számban? Nincs. Nincs magánhangzó, oké, tehát első piros villog, akkor piros villog. Kék. Jó. Azt mondja, piros-zöld. Kék-zöld. Jó. Azt mondja, hogy piros-zöld-piros. Kék-zöld-kék. Jó. Piros-zöld-piros-sárga. Kék-zöld-kék-piros. Piros-zöld-piros-sárga-zöld. Kék, zöld, kék, piros, zöld. Oké, meg vagyunk. Következő Simon, szintén a piros villog. Viszi valaki, vagy vigyem? Viszem én kék. Oké. Jó, azt mondja, hogy piros, piros. Kétszer kék. Jó. Piros, piros, sárga. Két kék, egy piros. Két kék, egy piros, jó. Pír, pír, sárga, zöld. Kék, kék, piros, zöld. Kék, piros, zöld. Jó. Azt mondja, hogy piros, piros, sárga, zöld, zöld. Akkor kék, kék, piros, zöld. Úristen, elfejtettem a végét. Zöld, még egyszer. Oké, meg is vagyunk. Királyság. És akkor van egy szimbólumos. Megvan, Grumpi? Meg. Jó, van egy írott H betűszerű, aminek van egy kis farok a végén. Akkor van egy C betű fordítva pöttyel. Van egy orosz jó betű, ami ugye olyan, mint egy E betű, csak két pöttyel a tetején. Meg van egy ilyen kukac. Megvan. Jó. Akkor a fordított E betű umlauttal van olyan ott? Igen, van. Nyomtam. Azt nyomd. Megvan. O betű fütyivel. Igen. Nem! Jó, akkor az nem O betű fütyivel volt. De, tehát még mindig ez meg van nyomva. Akkor mondjál még szimbólumokat? Jó, tehát akkor E betű fordítva megvan nyomva, O betű fütyivel nincsen. Nincs. C fordítva van. Igen, megnyomtam. Akkor azt utána ilyen hullahobb vagy rugó. Nincs. Ja, várjál, rugó, de van. Oké, és oké, meg vagyunk. Oh, három másodperc 95. Hú! Az azért szép. Azt a rohadt élet. Na jó van. Nekem eddig a legdurvább bomba az ilyen 27 másodperc volt, szóval ahhoz képest ez a 3 másodperc. Erős. Na, hát idáig... A bombára csak 3 percünk volt. Igen, ez 3 perc volt, tehát az így elég durva. Most jutunk majd el a 3-as szekcióhoz, ami már a mérsékelt dolgot tartalmazza. Szerintem ezt nem sokára meg fogjuk csinálni, majd ha megint többeknek jó lesz így a diffúzolás mindenesetre. Borzalmasan. Ez annyit az időhöz, hogyha jól tudom, hogyha rontasz, akkor az időzítő egy picit begyorsít. Ó, rohadék! Hát, de hiszen ez bunkóság. Na jó van. Hát ez egy bomba, kérem, mit vártál? Egy kedves aranyos bombát. Hát na. Jól van. És egy felirat ki megjelenik csak, hogy bum. Igen. Meg minden. Bum, te kis hülye. Na ja, oké. Már nem csak most nézem, hogy... Most nézem, hogy mit ír vicca, hogy kell neki kaja. Jó. Na. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek azt a csodálatos munkát, amit végzett, és külön Edemnek azt, hogy jót beszélgettünk. Én akkor szerintem itt akkor... Még lehet, hogy csaphatunk ilyet valamit. Simándi.
Meg egyébként nagyon-nagyon szívesen bárkivel csapok nagyon szívesen olyan beszélgetős dolgot, amikor behívom ide, és mit tudom, olyan beszélgetünk egy 10-20-30 percet. Jó, akkor... Hogyha ilyened van, és azt mondod, hogy na jó, van, akkor most a Viking egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, akkor szólsz, megyünk, vakolunk, na jó, az egy kicsit túlzás, de szólsz, bármikor intézhetünk. Hát figyelj, szeptember környéken festeni biztos kell majd. Lehet, hogy Magyarországra eljutunk. Az már majdnem Ausztria. Na, mindenesetre akkor egyébként, ha szeptember környéken eljutok Magyarországra, akkor például lehetséges, hogy azt fogom csinálni. Ó, most egyébként kezdett is szaródni a stream, ahogy nézem, mert itt most elkezdett nekem ilyen pirosakat dobni, de ha szeptember környékén ott vagytok, akkor lehet, hogy szeptember környékére csinálunk egy ilyen csatornasörözést. Akár. Illetve még az is lehet, hogy amúgy is Bécs közelében fogunk elmenni kocsival, esetleg lehet, hogy betérünk. Vagy simán. Ezt majd megbeszéljük úgyis. Jó van. Na, srácok, akkor én ezt most itt lelövöm, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy emeltétek az est fényét. Sziasztok! Sziasztok! Na, és akkor annyi van, hogy itt még ugye volt egy olyan, hogy egy random Coelho bölcsességet kell mondanom. Na, de mivel kapcsolatban kell random Coelho bölcsességet mondanom, ha csak úgy bármi a bölcsesség lehet, akkor mindenképpen el kell mondanom, így a nyári melegről szeretnék egy bölcsességet elmondani. Nagyon jó dolog, ha meleg van nyáron, ha pedig több meleg van nyáron, akkor irány a Pride. Hát ezt tudom, nagyjából. A bombákról kell. A bombákról is mondok egy bölcsességet. Csak just for free, tehát you know. Bombának lenni nem bombaüzlet, mert vagy fölrobbansz, ezzel teljesíted a kötelességed, de megszűnsz létezni, vagy nem robbansz föl, viszont akkor teljesen feleslegesen éltél. No, ezt tudtam így összehozni, és akkor a végére egy hidratálás, bombának van egy kirobbanó érzés, hát bizonyos esetekben, ugye. Megérkezett pizza, és ezek után gyakorlatilag a macskák az akusztikus gitár húrjairól elrugaszkodva mentek. Itt a manóm. Mutatom a manómat, ő az. Kicsit meg vagy fittyedve, Minike. Nem. Meleg van, mint a... Ugye? Ugye, ahogy most mondtam, hogy a meleg, ugye? Meg lettem fittyentve ezért. Jól van. Én gyakorlatilag ebben a pillanatban hagyom abba a streamet. Meg akartam még kérdezni, igen. Hát a streamesek is tudják, te mint zenei lexikon, hogy a Szanditól a kicsi lány című dal. Igen. ...nak a dallama. Az eredeti, vagy az átvett mint a Szanditól a kicsi lány című dallama? Ezt most nekem nincs meg így hirtelen, de mindjárt belehallgatok, annyira nem fog... Tehát, hogy az olyan, mint a Mamma Maria ma. Szandi kicsi lány. Megnézzük, jó? Hogy az... Tehát figyelem, Szandi kicsi lány című dal. Ez nem, bocsánat, ezt innen tökéletesen tudom, hogy ez nem. Ez valami ilyen 40-es évekbeli valaminek a dallama, amit most hirtelen nem tudok, hogy micsoda, de 100%, hogy nem. Jó, oké, mert újraindultak a izék, hogy a... Most verd már fel a állatot, hát megvan őket. Komolyan, megikém. Rakd ide, és akkor lehet itt azért megikém. Mert megint a aluljáróban vannak ilyenek, a nagyobb aluljárókban, hogy ilyen kvázi színpad. Church content. Igen? Hát nőtt mölljöm. Na, kettő is. Jaj, megint játszanak ilyen hivatalos utcazenészek az aluljáróban. Igen, és én esküszöm, hogy a Szanditól a kicsi lányt énekelte valaki csak hát angolul. És, jó, nem, tehát ez nem. És mostanáig azon gondolkoztam, hogy na most én hallottam rosszul, vagy olasz tudsz, azt mondja Arna, és átvett, igen. Jó, köszönöm. Most, mert a Veszbánhof óta ezen gondolkozom. Én konkrétan egyébként... Nem hiszem, hogy Szandit azon gondolkozom, hogy valamelyik maffia játékban konkrétan megvan az eredeti. Tehát, hogy... Mert ugye ezt tudom, hogy mostanában hallgattam, és mostanában végig toltam mind a három. Hát mostanában.
Azt mondta, hogy az icibici tini mini yellow polka dot bikini? Aha, yes, oké. Mi ilyesmi a szandésnak és a szövege egyébként. Igen, csak ott az icipici, cici mini, fütyi, fütyi, mütyi, rütyi, valamilyen marhaság, igen. Honolulu fürdőruci. Igen, ezért fenyő Miki. Olyan okay. Na, megnézzük valahova, most rédelünk egyet, és aztán akkor jó lesz. És akár ha gondoljátok, akkor holnap folytathatjuk a bomba szétszedést, mert az szerintem egy baromi jó dolog volt, ha ráértek, és aztán akkor megnézzük, hogy hova megyünk, és aztán akkor nagyon jó lesz az nekünk. Raiden utazik a Raiden, úristen. Annak eredetire tudtam egy orazdal. Igen, jó, igen, igen. Megfejtettük. Jó, köszönöm, köszönöm szépen. Tudtam, hogy segít a látod? Csak ide be kell kérdeznem. Legyen Valheim is. Jó, viszont a Valheim az már valószínűleg Adam nélkül lesz, mert Adam azt mondta, hogy ő egy kicsit most kiszeretett a Valheimből. Lehet, hogy holnap átengedem a Rivalda fényt, de teljes, én szeretem, ha ott vagy. Legyél ott. Na, Zanonimushoz menjünk. Jó, megyünk oda akkor. Na. Látjátok, milyen jó van. Na, akkor kérem szépen. Per Raid Zanonimus. Igaz? Igen. Jó. Kérem szépen, megyünk akkor oda. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, nagyon édesek vagytok meg úgy egyáltalán. Jót is beszélgettünk, jót is játszottunk, és aztán akkor most, ahogy nézem, ő füvet nyír GTA-ban. Ez egy hihetetlen fontos dolog. Én pedig megyek vacsorát készíteni, és legyetek nagyon jók, vagy nem, ne legyetek amilyennek vagytok. Na, sok közön. Ezek csak...